It's brand new. It's brand new. Amúgy 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, szevasztok, jó reggel. Micsoda víz hang. Jaj, igen. Aztán rohadt életben. Ó, gyerekek, korábban szevasztok, adj egy ötös, nem az. Annyira várom, hogy vizes legyek így reggel ebben a mínusz 8 fokban, amikor az ember megérkezett északi szél közepette, nem? Hát nem északi, olyan viharos szél van, illetve lehet, hogy északi, azt én nem figyeltem, de Lacit, mert én hoztam a mi szerkesztőnket, le kellett fogjam, hogy el ne repüljön, mert most fogyott vagy 10 kilót. Nagyon durva. Az a legdurvább, hogy én azon gondolkoztam, hogy egész héttel azt mondom, hogy jön a jó idő, annyian elbeszéltünk egymás mellett. Egy-két hét múlva. Jön majd a jövő héten valamikor, igen. Na mindegy, ennyit az időjárásról, ennél sokkal fontosabb dolgaink vannak, mint például az, hogy egy nem tudom hány literes medanszi előtt ülünk, kérem szépen, hát meg sem merném tippelni, hogy hány köbméter víz van benne, és a vízen kívül van még benne egy-két érdekesség. Igen, és mozgásban vannak. Mozgásban vannak, és Janit figyelik. Tegnap cseréltek bennük elemet, nyugalom, semmi baj. Most ebben a pillanatban egyébként mögöttünk, pontosabban Balázs mögött, egy nagyon érdekes arcformájú halacska úszik el, úgy néz, mintha ezüstből lenne, vagy polírozott platinából, és nem nagyon van orra. Ezért hívják úgy már, hogy a színe miatt, hogy tükörmakréla. Ő a tükörmakréla. Szép makrélák, amikor ezek nagy rajokban úsznak. Az jól tud kinézni. De ne velük barátkozzál, Jani. Ne őket nézd, ne velük szemkontaktálj, mert vannak náluk sokkal izgalmasabbak. Például az a tigriscápa, ami itt jön most velünk szemben, egy picit meglátott, elfordult. Ő lesz majd a te legjobb barátod a víz alatt, körülbelül 2 óra múlva. Valakit keres, valakit már kipécézett magának. Zseniálisan néz neki. Nem nagyon tudtunk ennek a helynek, pontosabban ennek a helyiségnek egy létezéséről, és amikor bejöttünk, akkor mindannyian tátott szájjal kezdtük el figyelni, egy hatalmas ilyen konferenciaterem ez tulajdonképpen, de akkora rálátást biztosít erre az akváriumra, ami mögöttünk van, amit egyébként szinte bentről sem lehet látni. Igen, akartam javasolni, hogy a programigazgatói beszédeket itt tartsuk ezentúl, mert akkor itt simán el tudsz nézni a főnök mellett, itt és van. Nézed a halakat. Itt nincs bealvás. Én nem unatkozol közben. Igen. Na, ha valaki nem tudná, ugye Tropikáriumban vagyunk jelen pillanatban, egyfajta kitelepüléssel, hát nem üvegstúdióval, de nagyon látványosan. Illetve egy akkora üvegstúdióval, ami még sose volt, nem az üvegstúdiót töltöttük föl vízzel, hanem hát, egy sokkal nagyobb üvegstúdióval vagyunk tulajdonképpen, cápákkal, makrélákkal. És ha valaki esetleg lemaradt volna a tegnapi adásról, akkor a sok mindenről maradt le, mert az események picit felgyorsulni látszottak már a tegnapi adásban. Ugye megállapítottuk, hogy tulajdonképpen a tegnap előtti merülésünk után lehetne még itt próbálkozni, gyakorolni, különböző kártyákat megszerezni Janinak, de minek? A csoki így is ott van, az ijegység így is ott van. Minek szenvedje Jani még 2 héten keresztül? Tegnap egységesen úgy döntöttünk, először mi ketten Ferivel, amiben megállapodtunk, majd bevontuk ebbe az SSI dealeredet, Gyurit is, hogy ne várjuk még 2 hetet, ha készen vagy, már pedig készen vagy, akkor történjen meg ma a nagy dolog, hát igen. És merüljünk víz alá, és csináljuk onnan rádiós műsort. Mi a fenének szenvednél még 2 héten keresztül? És miért is? Végülis nem lett volna még szükséged arra pár gyakorlatra, amit ez a 2 hét alatt nem lett volna baj. Hát ilyenkor, amikor a srácok döntést hoznak, így a fejem felett, vagy a döntésből engem némiképpen kihagyó, hát én nem tudok más csinálni, mint hogy sodrodjak az árral, ezt is fogom ma tenni. Hát a szó átvítés valódi értelmében. De ugye, hogy jobb? Ugye, hogy jobb az érzés? Nem tudom, mert még előtte vagyok. Tehát. Már az, hogy nem kell várni annyit, itt vacakolni, még álmatlan éjszakák, még a könyv fölött eltöltött idő. Nem. Igen. Már csak egy éjszakát izgultál végig, addig még nem tudom, 14-et kellett volna. Tehát erre gondoljál. Úgyhogy ma merülünk, hölgyeim és uraim, itt lesznek hallgatók is, akiket tegnap mi visszahívtunk. Szerencsés nagy öröm volt. Iszonyatosan örültek, ott voltuk Juli mellett, amikor ami drága Julink visszahívogatta egyenként őket. Helyesek, aranyosak jönnek. A tízek bandája. A tízek bandája a különböző helyszínekről, Budapestről is, és Budapesten kívülről is jönnek. Gyerek is jön, úgyhogy itt lesznek a mi hallgatóink is, mi pedig nem sokára csoppanunk. Ők egyébként tényleg kivételes helyzetben vannak, egyrészt több ezer SMS-t kaptunk tegnap, amelyben azt jelezték a kedves hallgatók, hogy ők is szívesen részt vennének ebben a kis akcióban, másrészt engem még hazafelé is állítgattak meg. Nem lehet, hogy benne vagyok. Pontosan erről van szó. Én tegnap este még éjszaka 11 körül olvasgattam a Facebookot, és ott ugye a miénket olvasgattak, vagy írtak az emberek, és volt, aki beírt, hogy benne vagyok a 10-ben. Ilyen hosszú elbetű, na, amit ő kapott utána. Osztottál? Hát persze. rohadt mázlista szemét. Igen, igen. Hát ugye 10 hallgatónak tudtunk itt helyet biztosítani, mert elég sokan lesznek, de a mi hallgatóink fontosak, úgyhogy itt lesznek, bejöhetnek és végignézhetik ezt a dolgot. A menet nagyjából hogy néz ki? Ugye 7-től 9-ig egyfajta lelki rákészülés, ő csak egy kisebb cápa, Jani, vele nem kell foglalkozni. Nézd meg, milyen szépen fordul, látod? Talán ő melyik, ő a macska vagy a szirti, nem tudom, hogy ő melyik, de ő nem ő a te barátod. Majd mindig szólok, ha jön a te barátod. Ő az, ott szemben. Ott ő a te barátod, és nagyon magányosnak tűnik. És társat vár. Szóval egy kicsi beszélgetés, egy kicsi rákészülés, és aztán 9 óra után, amikor visszajövünk, terveink szerint lehet, hogy már azonnal víz alól, vagy a merülés pillanataival, az biztos, hogy 9 óra után már vízben vagyunk. És ami még fontosabb, hogy online közvetítésünk működik, látható, hallható, tessék minél előbb fölmenni az online-ra, ha valaki nézni ezt online, hogy legyen hely, mert hát ismerve az ilyen megmozdulásokat, ilyenkor azért elég sokan szeretnének felkapaszkodni az online-ra, ha csak mondjuk a Háli Fesztivált nézzük, vagy Jani ugrását és a konténeremelést, úgyhogy minél előbb érdemes megtalálni. Ez a classfm.hu-ról, a morningshow.hu-ról is elérhető egyaránt? Elérhető lesz mind a két helyről. Tehát lesz online közvetítés, és velünk lehettek Jani legrázósabb pillanataiban. Nézhetitek. Hol van a barátod? Elbújt. Közvetlen mögötted van most. Jaj, itt van. Jaj, de kis helyes. De ő a kisebb, azt hiszem. Igen. Ő a kisebb. Ő úgy tud úszni, hogy közben alszik. Nagyon barátságos, de ha neked megy, fölébred. Viszont azonnal történik valami. Látod ott a hátsó kis úszonya mögött azt a kinyúló két történetet? Az a hímivar szerve? Igen. Na most ő fiú, és azért szerencsés, mert neki 2 van. Párzásra szólított föl. Úgyhogy tervei vannak vele. Úgy látom, tervei vannak veled. Az mekkora kép lenne, ülünk lent 3-mal, és egyszer csak a Jani mellett ott. Igen, a cél az ugye, hogy leüljünk majd, helyet foglaljunk. Ugye sokat beszélünk még erről a ruháról, meg a sisakról, meg hogy ez nem egy klasszikus merülés, tulajdonképpen nem lesz nagy úszkálás, mert hogy a felszerelés is baromi nehéz, meg hát a sisak is. A cél az, hogy valahol békésen lesüllyedünk, ugye egészen az ajzatig nem is tudunk nagyon más csinálni, aztán elsétálunk majd, mintha a holdon lennénk, és hát lerogyunk azokra a székekre, amiket bekészítettünk, és vidáman beszélgetünk a víz alatt. Meglátjuk Jani lelki és ideg állapotát, hogy mindezeket hogy viseli. Bár a medencéből kiindulva azt gondolom, hogy egyébként semmiféle probléma nem volt. Itt néhány halacska majd bögdösni fog közben, de az plusz élvezeti értéket nyújt. A rája beterít, rámegy a fejedre, nagyon jó. Ez nem gond. Igen. Na mi van, hogy vagy? Jól, nagyon jól. Nagyon jól. Köszönöm szépen, mert egy viszonylag vastag üvegfal választ el bennem, engem az új barátainktól. Melyik a bent lévő halfajták közül az, ami kifejezetten barátságosnak mondható? Ti értetek hozzá, egyrészt azért, mert búvárkodtok, másrészt pedig már ti voltatok ebben a medencében. Merültünk már, igen, Feri is merült 2 évvel ezelőtt, ugyanitt. Én merültem tavaly a születésnapomkor, ugye, szintén. Én nem tudom, hogy ők ilyen nagyon barátkozósak, és szerintem egyik se. Fura, de hogy például a kis szápa az úgy jött, meg úgy nézelődött, kíváncsiskodott. Tehát tenyered bőletetni nem tudsz, tenyereddel tudsz etetni. Azt tudom, hogy a ráját azt lehet simogatni, illetve egyes fajokat legalábbis. Ezt már mi megtettük egy pár évvel ezelőtt ugyanezen a helyen, de hogy ezek közül, a ráját közül esetleg valamelyiket lehetne magam elé rántani, hogyha jön a nagy... Persze, igen, a tüskés farkút ajánlanám, ugye ezzel kapcsolatosan már vannak tapasztalatok, nem, szerintem egyiket se. Azt szokták mondani, hogy ha vízbe mész, akkor hagyjál mindent békén. Remélhetőleg ők is meg fogják ezt tenni, igen, ezt a szívességet. Az a baj, hogy ők nem így gondolkodnak. Mi természet szeretők, hogy mi mindent békén hagyunk, ők nem akarnak már békén. Már látom magam a tömbbe, amikor majd kihasználva a tömlőnek a hosszát, így bújacskázok a halakkal, itt a korallok mögött. Hogy aludtál éjszaka? Volt ilyen izzadságban, nedvesen, hidegen? Nem akarom, Kusztó kapitány, segít. Igen, hidegen, de egyben izzadva, az a Feri adás, tudod, amikor érzed, hogy vizes a lepedő, és kicsit fázol, kicsit izzadsz, remegsz, és megpróbálsz elaludni, ezzel álmodsz. Volt ilyen? Hát őszintén szólva nem, mert viszonylag későn feküdtem le, beleájultam. Igen, hát egy gyakorlatilag fönn voltam ugye a honlapunkon, nem csak azon, hanem mindenféle honlapokon, amik mondjuk így a tenger élővilágával foglalatoskodnak, és akkor megnéztem, hogy például van-e édesvízi cápa, ami esetleg nagyobb veszélyt jelenthet rám, mert hogy sokkal otthonosabban érzi magát, és van egyébként ilyen, a bika cápa, ahogy utána olvastam, de hál' Istennek ő nem tartózkodik bent a medencében jelenleg. Tehát a többieknek meg bízom benne, hogy nem olyan jó, vagy nem olyan magas szintű a komfortérzet, közöttük, hogy rám fanyalodjanak. Figyelj, csak azt nem akarod megcsinálni, hogy ide állsz közvetlenül az üveggel, és próbálod és nekik megfejelem. Nem, hogy vega vagyok. Ezt én nem érezni fogják szerintem rajtam. De figyelj, az emberhúsban nincs különbség szerintem vega meg nem vega között, és őket ez nem érdekli. Ez milyen hálátlan dolog egyébként, nem? Az ember hosszú éveken keresztül nem eszi meg a barátait, mert ugye az állatok a barátai, szeretlek benneteket, vega leszel, nem eszed meg őket, utána pedig bemész közéjük, nem? És ezt a mentalitást nem ismerik. Semmi. Igen. Hülyék, mint a seg, tehát, hogy ők ezzel egyáltalán nem foglalkoznak. Nekik ott lesz lent 3 arc. Bízom benne, hogy nem lesz számukra kihívás mondjuk egy ilyen kamillás készkrémmel kezelt bőrfelület, mert a kamillát imádják. Arra támad. Kifejezetten megerjednek rá. Feláll mind a kettő. Semmiféle plusz krémet, kemikáliát nem tennék magamra, Jani. Tehát, most már késő. De akkor vagy lemosnám, vagy felítatnám valamivel. Mert hogy ugye most mi 3-an viszonylag egyformák vagyunk, de ha te itt bekrémezed, befújkálod, beszprézed magad, akkor ugye hát ott a feromonok, meg mit tudom én, mik lesznek, akkor ők kiszúrnak, párosodni akarnak. Te nem akarsz, ők viszont egyre jobban akarják. És az, mert a cápalányok és Kamilla kivonatot kennek magukra párosodás előtt, tudod? Úgy, remélem, hogy a méretre mennek rá, és minél nagyobb utódot akarnak nemzeni, és akkor esetleg Feri felkelti majd az érdeklődésüket. Nem, én csak potenciális élelemforrás lennék neki, de a párosodás a tiéd. Igen. Látjuk, többen elindultak a helyszínre azon hallgatóinkon kívül, akiket ugye mi kiválasztottunk. Hát ne tegyétek, mert nem nagyon lehet bejutni. Tehát a Tropikárium zárva van jelen pillanatban, és egész adásidő alatt egyébként zárva lesz, később nyit, úgyhogy meditatív állapotú biztonsági őrökkel lehetne ezt itt most jelen pillanatban levívni, akik egyébként nagyon helyesek, de valószínűleg nem fogtok tudni bejönni, úgyhogy csak azok a hallgatók jöjjenek ide a helyszínre, akiket kiválasztottunk. Viszont abban a pillanatban, ahogy elindul az online, akkor azt természetesen mondjuk. Már megy az online közvetítés. A Morning Show-ra fölmentek, rögtön a bejelentkező oldalunkon van egy sárga csík, egy ilyen bannerszerű, 3 nagyon szimpatikus fiatalember mosolyog, nem tudom honnan szedték a képet, de szépek vagyunk, és ott van, hogy ha ide kattintasz, akkor láthatod az eseményeket. Tehát a morningshow.hu-n van mindez. Hoztál ruhát, Feri? Persze. Én egy kis csizmámat, ruhámat betettem. Betettem egy maszkot, biztos, ami biztos, bár ugye arra nincs szükség. A búvár szemüveg, ahogy azt mondja a nép, mert hogy egy sisakban fogunk merülni, kontaktlencséimet hoztam, az majd vicces lesz. Ja, tényleg, neked hát én ugye egyébként nem használom. Igen, ott betenni. És hogyha én ezt ennélkül tenném meg, a szemüveg nem fér el a maszk alatt, akkor így valószínűleg egy cápa felé fordulva beszélgetnék veletek. Igen, nagyon jó egyébként, kaptunk 3 karszalagot is, ezekről majd nyilván a felszerelésről majd még beszélünk. A későbbi azonosítása vége. Igen, hogy az orvosoknak sokkal könnyebb feladatuk legyen egyébként, hogy kit boncolnak éppen. 3 karszalaggal abszolút megkülönböztethető módon lehet majd látni, bár azt gondolom, hogy vannak méretbeli különbségek is, amiből azért egyértelműen kiderül, de ha az üveg esetleg torzítana, akkor a karszalaggal lehet majd minket beazonosítani, a fekvőtestek között kotorászni, hogy ki kicsoda, kit kell először kiemelni a vízből. Izgalmas lesz leginkább egyébként ennek a rádióműsor készítése, nem? Hogy 3-an víz alól egyszerre beszélgetve rádióműsor, hát ez a legkemény. Hát technikailag is egyébként ez egy hatalmas mutatvány, és nem győzünk eléggé hálásak lenni, ami műszaki igazgatónak, Tóth Gábornak. Hoz neki egy kávét. Összehoztál. Vigyetek neki valamit, jó? Nem látom én. A merülés része maga, azt azért mondjuk el, hogy az nem egy nagy truváj, akinek van búvárvizsgája, az idejön, egyeztet egy időpontot, letesz némi készpénzt az asztalra, és megcsinálja. Ugye? Tehát, hogy a merülés maga, te is túl vagy rajta, én is túl vagyok. Aláírja egy nyilatkozatot, hogy épeszű. Hát ennyi, meg hogyha baj van, akkor ugye ő a felelős érte. Janinak ez ebből a szempontból új, de az tényleg, hogy rádió műsor készül a víz alól, az világújdonság. Így van, merülni lehet, nagy élmény, meg azért az bennünk is okoz némi adrenalin nyilván, hogy cápák között, de igazából tényleg mi is azt gondoljuk, hogy itt nem elsősorban a cápákon van a hangsúly, hanem azon, hogy először egyébként, és ennek utána jártunk, bármennyire megdöbbentő és bármennyire furcsa, milyennek persze nyilván örülünk, először a világon így ebben a formában 3 ember rádióműsort soha sehol semmilyen formában nem csinált még. És tulajdonképpen úttörőként mi leszünk az elsők, és ugye ebben tulajdonképpen az a lényeg, és az az érdekes, hogy 3-an egy időben tudunk beszélgetni, tehát úgy, ahogy most. Nem az a fajta kommunikáció, hogy valaki beszél, abba hagyja, beszél a felszín, és éppen fordítva. Igen, hanem meg a tömlőt, ha hallasz minket. Igen, hagyd abban, mert most már beszélni szeretnék, hanem 3-an egy időben egymásnak tulajdonképpen akár közbevágva tudunk beszélni. A cápa vagy a tömlő rángatással az a baj, hogyha nagyon sok rángatás jön, akkor azt már cápa húzza. Igen. Na, hát én azt hiszem, hogy a mai zenét leginkább magadnak hoztad. hogy mit szeretnél akkor meghallgatni, így kérdezem, mert azért biztos benne volt a választásban, hogy valami olyat, amivel kicsit még így tudod magad. Persze, tudod magad pörgetni. Természetesen, úgyhogy ma mindennek van bocsátva. Vagytok velem szemben, úgyhogy az volt az elsődleges szempont, hogy egyrészt vidám legyen a muzsika, másrészt kemény, úgyhogy egy Andrew W. K. nevű fiatalembernek az egyik tételt hoztam elő, egy ilyen multitalentumnak mondható figura, televízióműsorokat, rádióműsorokat készít, vezet, kreatívkodik, ezerféle hangszeren játszik, elsősorban a rock and roll csípi egyébként, és hát gyakorlatilag mindennel foglalkozik, amivel lehet, mert hogy rengeteg ötlete van az úriembernek, és még az egyik nagyon érdekes jellegzetessége, hogy gyakorlatilag ugyanabban a fellépő ruhában jelenik meg mindenhol, ami egy fehér nadrág, egy fehér tornacipő és egy fehér póló, de nem nagyon mossa. Kicsit ez Udo Brickmanos, nem? Zseniális egyébként a csáv. Igen, van benne egy ilyen vonulat, már az MTV-n, a VH1-on és ezerféle minden olyan helyen, olyan médiumban megmutatta már a tehetségét, ahol csak lehetett. Nagyon jó kis zenéket csinál, hallgassátok meg, Party Hard, ez a címe anno után. Lehet, hogy az utolsó zenét, Jani, ki tudja. De jó választás volt. Én magam is ezzel búcsúztam volna. Erre fogjuk visszagondolni. Igen. Na, azt mondja, hogy a legfontosabb, már ami a közlekedést illeti, hogy van egy nagyon-nagyon komoly baleset, és ezt mondjuk is, hogy hol. Gyöngyös után Eger irányában nagyon komoly baleset történt, és teljes útzár van a 3-as számú főúton Eger felé. Ezt egyébként többen is megírták, köszönjük szépen. Egészen pontosan súlyos baleset Gyöngyös előtt, teljes útzár, fokozott óvatosság. Még egy SMS, hogy pontosítsunk egy kicsit, köszönjük szépen. Tehát azt valahogy mindenki próbálja elkerülni, ott, ahogy látom, a baleset komolyságát ott elég sokáig teljes útzár lesz, úgyhogy nem is nagyon tudtok majd átmenni. Nem egy Győr irányában a 80-as kőnél, a 83-as kőnél és a 85-ös kőnél is kínálnak a rendőrök. Három a biztonság kedvéért. Az egyiken átcsúszott. Igen, mert megúszod az elsőt, vagy azt gondolod, hogy igen, és már ott a következő. Nagyon okos. Igen, kétszer belefutod, a harmadszor biztos nem futok. De igen. A szél felkapott egy kukát, és letette a Hungárián a tököli kereszteződés előtt, méghozzá középső sávba, apci küldte, valamint a Ferihegyi gyorsforgalmin befelé a Szemere telepnél baleset van, köszönjük szépen. M1 balesetmentes egyébként Győrig, szakad az eső, nagyon erős oldalszél, vezessen mindenki óvatosan. Na, 0-36-145-00-00, ez pedig az SMS számunk, hogy állunk, fekete-fehér, igen, nemben, elment a hét. Jól. Ez nem egy jó előjel. Ez nem egy jó előjel, hogy a hetet is elbuktuk. Ez nem vicces. Vesztettünk hetet. Lehet, hogy vesztünk egy műsorvezetőt. Mennyire kaptunk ki? Mennyi most az állás? Hát most 3. 3-1. 3-1. Csak szépíteni tud. Ez elég nyomorúságos, hogy nem tudtuk hozni. Tudok. Most már mindegy kijátszik. Mi nem tudtuk hozni a hetet? Mi volt? Várjál, visszanézem. Én kikaptam, Feri nyert. Én meg én is kikaptam. Nem, te is kikaptál? Te nyertél hétfőn, az volt az egyetlen nyert napunk. Azt hiszem, igen, Kiga elvérzett, igen. És utána mindenki kikapott. Mindig a húzat sorozatban. Tehát kihúztuk az 1 percet, de az meg ugye kevés. Tud, a nyomorúságos teljesítmény. Igen, szánalmas kudarc. Igen, mondhatjuk így. Na mindegy, ma még meg lehet minket alázni. Jó, az előbb említett SMS számmal lehet telefonálni, Anna valakit visszahív, mi pedig jövünk a hírek után. Hírden a víz alól. 9 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello Jani, hello Feri, hello, jó reggelt! Hú, gyerekek, látszik az online közvetítés is közben, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyertek online-ra a Facebookon, Morning Show, minél előbb, bérelt helyek vannak a törzshallgatóknak, de a helyek nagyon fogynak, sok-sok ezer ember nézi ilyenkor az online adást, úgyhogy tessék minél előbb megtalálni bennünket. Mögöttünk egyébként itt továbbra is cápák és mindenféle más élőlények, Jani legnagyobb örömére úszkálnak, hamarosan pedig rádió történeti pillanat jön, mert hogy tulajdonképpen megyünk a víz alá. Hát a hamarosan az még kb. 2 óra mentális felkészülés. Hát azt kell, hogy mondjam, most azért volt egy kis helyszínbejárás, meg megbeszélés, átbeszélés, merülési sorrend. Nem ez életünk legegyszerűbb projektje. Azért ezt most mondjuk el, hogy... Ez nem csak mentális felkészülés kell, hanem egy nagyon komoly logisztika. Teljesen olyan az egész, mint valamilyen katonai művelet lenne. Megyünk folyosokon föl, le, lépcsőkön föl, le, ide álljatok, oda álljatok, erre figyeljetek, arra figyeljetek, nehogy megcsúsználatunk, nehogy beleesetek, mert ha beleestek sisak nélkül, akkor ez lesz. Feri majd egy picit pucsítasz, lehajolsz, bemész a csövek alatt, én akkor itt tartalak, akkor Jani már készül, Balázs már len lesz. Tehát hihetetlen módon ki kell találni az egészet ahhoz, hogy ez a dolog működjön. Van egy erős szűk keresztmetszet, ez én vagyok. Mert van egy olyan Lukrécia, ami... Ja, az igen, ja, igaz. Kellett volna egy erős fogyókúrát csináljak, de hát majd valahogy átrugdosunk engem is. Olyan helyen kell átmenned, és ugye ez már felszerelésben, a sizsakot a végén adják ránk, és hát viszonylag szűk a hely fönt a Tropikáriumban, tehát ezt nem is úgy kell majd elképzelni, hogy hárman egyszer csak becsobbanunk, lesüllyedünk, megvan a logisztika, hogy megyünk először, már valaki a vízben van, jön a következő, nyilván minden pillanatról, minden másodpercről úgy végrehajtva, hogy ti nem maradjatok le semmiről, tehát mint amikor a Holdra szállás és a Holdra lépés volt, az első csobbanástól a folyamatos megérkezésig, hát ott se hárman ugrottak le, ott is folyamatosan egy valaki ereszkedett, jött a következő, a harmadik szegény a komban maradt, de hát reméljük ez most nem történik meg. Viszonyú szűk és egyébként nagyon alacsony helyek vannak, úgyhogy a Tropikáriumnak a munkatársai már oda készítették a sárga és fekete javító festéket, mert Feri valószínűleg bontani fogja egy kicsit. Csak azért, hogy helyet csinálják nektek. De nagyon jó egyébként a dolog, mert hogy úgy kell elképzelni, egy vékony pallón kell kísérni oda, ahol ránk lakják a sisakot. Viszont nincs rajtunk se palack, se semmi, csak súlyok, meg mindenféle karabinerek. Ha megcsúszik a lábad, azonnal oldalra esel, már benn vagy a vízbe, ötön landolsz lent, 5 méter mélyen, palack, sisak, minden nélkül, mert az utolsó pillanatban kerül föl ránk. Őrült szexi. Nagyon. És hihetetlenül a perspektíva felülről nézni ezt a hatalmas akváriumot, az emberből szinte kikívánkozik, hogy ha-hó, pihe, pihe, ha-hó, igen. Na, az online közvetítésen pedig látszik természetesen maga az akvárium, az úszkáló halak, látszanak a makrélák, a ráják, a cápák. Most azt nézem éppen, hogy mögöttem egy hatalmas rája úszik el, ezt mindjárt ti is látni fogjátok. És hát természetesen Jani legjobb barátaival, a homokitigrisekkel is lehet barátkozni, de sokszor hangsúlyozzuk, hogy igazából mi nem a cápás merülést akarjuk hangsúlyozni. 2 éve merültél, tavaly én ezt megugrottam rádióadás közepette. De picit már unjátok is. Igen, tulajdonképpen a legjobb barátaink a cápák. Itt a rádió műsor, és az, hogy 3-an len vagyunk. Azt gondoljuk, hogy ebben ez az igazi exkluzivitás. 3-1-re elbuktuk a hetet, hát nem túl jó előjel, az az igazság, de adjunk azért magunknak egy kegyelemdöfést, vagy 4-1, vagy 3-2. Küzdjünk, vagy... Küzdjünk, vagy nem engedheted meg a 4-1-et. Ja, hogy már finoman már... Ja, hogy ez, ja, nem, hogy... ez egy hétfő, szerda, péntek. Ja, tényleg, ez még a nyaralásom miatt van, tudom. A győzelem ízét azt már nagyon sokszor megérezhetők, be is hát, hogy most új kívásokat kerestünk, hogy most bukunk. Na, hát akkor már is játszunk valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Bugy. Laci, jó reggelt, hello! Sziasztok! Laci, honnan telefonálsz? Hát most Petya az M5-ös autópályáról. M5-ös autópálya, gyors jelentés, minden oké, lehet haladni, trafipax? Jó, kicsit a terelés lassít, de lehet haladni. Hol van terelés? Hát itt Pest után van egy hosszabb terelés, mert javítják a korlátokat, vagy mit. Aha, és akkor egy sávra gondolom, nem? Az egy picit. Nem, 2 sáv, csak a leálló sávra leterelés. Ja, hát az is mindenféleképpen lassítja az embert. Hallgatsz minket 9 óra után, és velünk leszel? Itt... Micsoda! És mindig! De jó vagy, drukkoljál majd nekünk, hallgassál mindenféleképpen. Bátorítás azért jól jön nekünk igazából a technikai körülmények és maga a technikai merülés miatt, ami azért nem egyszerű. Ahogy a hallgatók egyébként látni fogják a felszerelésünket, tudni fogják, hogy miről beszélünk. 10 kiló súly lesz rajtunk sisakkal mindennel együtt. Legutóbb ilyet lehet látni. Igen. Lacikám, játsszunk akkor egyet, jó? Add meg nekünk a jellemdöfést. Annyit még, hogy a földimre vigyázzatok, ha merültök. Ki a földi? Janira. Igen? Ó, mint a hímes tojás, úgy fogjuk előre lenni a cápa felé. Vigyázni fogunk rá. Kivel szeretné játszani, és miért pont Ferivel vagy Janival? Veled, Balázs, veled. Ja, tudtam, hát, jó választás. Igen, éreztem. Jó. Oké, 3-1 van a hét, elment, felszabadultan, könnyedén, improvizatív módon tudok játszani, lubickolni, abban, hogy nincs tétje, de azért próbálom a szánalmas 3-2-t hozni. Már feladta, hallod? Igen, már menekülök. Nehéz dolgod. Már próbálok kihátrálni a dologból. Mögöttem egy cápa úszik el ebben a pillanatban, látható az online közvetítésen. Remélem bezavarnak a cápák a jövesztésbe. Semmi nem tud bezavarni. Na figyelj, indulunk akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Laci, kérdezhetek én? Persze, hogy nem. Szoktál búvárkodni? Volt már, hogy voltál víz alatt? Hát víz alatt voltam, igaz, csak a kádba. Hol sikerült? Tessék? Hol sikerült ezt megugrani? Kádban? Kádban, kádban. Van hobbid egyébként? Hát, hobbim van igazából, egy motoron szoktam ugrálgatni ezt a... Motorral ugrálsz? Ja, ja, ja. Milyen motor ez? Hát ez egy Kawasaki crossgép. Nagyon jó, nagyon jó. Ez speed motor vagy cross motor? Balázs, hát a cross motor az cross motor. Ilyen hülyeséget megkérdez. A cross motor, ebben igazad van. És, figyelj már, és igen? Mit akartam kérdezni? Ja? Hogy tápákkal neked milyen a viszonyod? Kimondtam. Tudjuk, hát próbáltunk terelni. De mi? Ja, próbáltatok át a megúszó. Meg lesz a 40 volt ez. Mennyi volt? 40 másodpercen hajtottad le a fédapallós alá. Igen. Nem volt ebben most akkora küzdés. Lacikám, egy gyönyörű szép Morning Show-s Class FM-es ajándékcsomaggal tennénk téged boldogabbá. Hú, nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon királyok vagytok, és ti vagytok az überelhetetlen rádió a világon. Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Hallgass akkor minket 9 óra után, jó? Rendben, köszönöm szépen, köszönöm. Vigyázz magadra, jó utat. Ciao, ciao. Szia. Így elszúrni a hetet, nem? Á, de meg volt egyébként, tehát már éreztem, hogy mondjuk olyan 35 másodpercen, amikor elkezdett szakmázni, amikor kiderült, hogy a crossmotor az crossmotor, akkor már ott éreztem, na meg lesz a srác. Mindig azt hogy a kedvencéről kezdem el beszéltetni a delikvenst, hát ha akkor kicsit elenged. De most én engedtem el. Na mindegy. Nyomorúságos 4-1? Igen. Jézus már. Igen. Hát ezt felejtjük is el. Gyorsan. Jó, csak azt teszem, az egyetlen győzelmünk volt, csak hogy... Jaj, nem már! Emlékeztek rá, hogy kihoztam. Jó, de a saját mérleg, nem, az két vereség. Jó, csak hogy mellettem van egy X is, a győzelem. Há, persze. Egy győzelem, egy X, meg egy vereség. De szemetek vagytok. 7 óra pontosan 0636 645 00 00 ez SMS számunk. Reméljük, hogy a 10 hallgatónk már úton van. Egyen-ketten írtak nekünk, hogy jönnek. Ugye tegnap mondtuk, hogy 10 hallgató itt lehet velünk, családdal, gyerekkel. Ők reméljük, hogy érkeznek hozzánk. 9 óra után pedig merülés. Először a világon élő rádió adás a víz alól, a Tropikáriumból. Hárman egyszerre beszélgetve mikrofonokkal víz alól jelentkezünk. Ilyen még nem volt, úgyhogy jövünk nem sokára, 7 óra van, aztán itt vagyunk mi is. Nagy halálőrlés a Morning Show-ban. 7 óra múlt 12 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, kedves hallgatók. Mit látsz? Igen, az egy cáfa, jól látod. Jani, ő a te barátod. Ő és barátod. Igen. Így van. Tropikáriumban vagyunk, kérem szépen, teljes menet felszereléssel, átbeszélve rengeteg mindent. Lelkileg, fizikailag abszolút nem rákészülve erre a történetre. Jani leginkább, hiszen még úgy gondolta, hogy van 2 hete, de az események tegnap felgyorsultak, úgy döntöttünk, hogy nem várunk tovább, készen áll egy közös merülés után, megállapítottuk, minden tud, amit tudnia kell, és ma 9 óra után először a világon élő rádió műsor készül a víz alól, ha minden igaz. Hát mondjuk azt, hogy rádió műsor, mert az élő az ugye... Igen. Meglátjuk, hogy kinek lesz élő, kinek nem lesz élő. Megyünk a víz alá, és az online közvetítésen egyébként folyamatosan lehet látni bennünket. Tessék gyorsan megtalálni, hogy legyen hely Morning Show-on, a Facebookon, a classfm.hu, mindenhol el lehet hozzánk jutni. Elég egyértelmű kis nyilacskák, feliratok jelzik az online adás helyét. Tessék ráklikkelni, mert 9 óra után valószínűleg nagyon nagy forgalmat fogunk bonyolítani, amikor is ugye elindulunk. De természetesen készítünk majd egy kis filmecskét, egy kis best-of-ot ebből a mai napból, amit később számtalanszor meg lehet nézni. Igen, majd utána, igen. Az, én komálom a Janit, de Balázs, vald már be, hogy unod a metált, és le akarsz számolni a Janival. Igen. Anita vagyok, 1 a 10-ből jövök már én is, gyereket letettem az oviba, mindjárt jön a buszom, sietek, a srácok, puszi nektek. Anita itt van-e már? Kérdezem, Anita nincs még itt. Ezt küldte nekünk 6 óra 54-kor, úgyhogy még van ideje ideérni. Ugye 10 hallgató végignézheti ezt a helyszínen. Vannak már itt hallgatók egyébként, de a széksorok még meglehetősen fogkiasak, de természetesen nem lett volna nagy nehézség megtölteni. Akár egyébként én többet mondok, akár az egész bevásárlóközpontot. Annyi SMS-ünk érkezett tegnap, hogy mindenkit vissza kellett mondani, nagy részt 10 ember kivételével. Biztonságtechnikai okok, tudjátok, ne haragudjatok, bocs. Igen, 10 hallgató jöttünk. Nem olyan, hogy mindenki nagyon vidám popcornozik, beül, mozi első sor, berakva a székek ilyen moziszerűen, és aztán szépen bemegyünk, és végignézik azt, ami bent történik a medencében. A stáblistánál most tapsoljatok, jól legyetek, kedvesek. Igen, tényleg úgy kell elképzelni a helyszínt, ugye, hogy az akvárium előtt ülünk, tulajdonképpen a hátunk mögött úszkálnak a mi kis barátaink, akiket nem sokára meglátogatunk. Itt pedig ez a sajtóterem, vagy a konferenciaterem, én nem is tudtam ennek a helynek a létezéséről. Itt a rendezvényteremben ülünk, és közvetlenül az akvárium előtt, ugye tulajdonképpen székeken, és az akváriumtól 10 méterre pedig moziszerűen berendezve a székek, ott ülnek majd a sajtóképviselői, a hallgatók, és vidáman nézik, ahogy esünk-kelünk a víz alatt. Kávézgatnak, nézelődnek, jó, aranyos. Igen. Azt kéne majd elénekelnetek, hogy és ha lesben áll egy cápa áldozatra várva, jó? Ja, Istenem, hát én az összes ilyen nagy projektet nagyon vártam, de erre aztán most pláne kíváncsi vagyok, és leginkább a technikai nehézségek miatt, ami nem az adás jellemzi, hanem mire mi följutunk, egy vékony, nagyon kis, könnyed, labirintus rendszeren kell átvágni magunkat, egy palló megyünk majd be a vízbe, egyenként ereszkedünk, úgy néz ki, hogy elsőként én dobom magam a cápák közé, mint egy egyébként jól akadva őket, hogy mire te jössz, Jani, addigra már csak végtagok lógjanak ki a szájukból. Aztán érkezik majd János, ha minden igaz, legalábbis ez a terv, hát meglátjuk, kilandol előbb a vízben, mert elnézi a pallót a sisakban, és Ferenc, mint egy Janit biztosítva, zárja majd a sort, hogy senki nem maradjon a felszínen, hát, körbenéz, és aztán ő is alámerül. Meg ha én sem olyanira, tudod, annak azért van hírértéke. Igen. Nagy baj, egyébként nem lehet, mert nagyon megnyugtató dolgot mondott el György, az én dílerem, nem úgy, hanem SSI. Tudjátok, hogy ha beesik valaki sisak nélkül a vízbe, ő néhány másodpercen belül követni fogja, megpróbálja majd menteni, és valószínűleg ez sikerül is neki, hiszen ő nem hagy senkit a vízben. Igen, azt nem mondta, tehát kihoz, csak nem élve. Mondjuk ez is igaz. A lényeg, hogy erős legyen online közvetítés. Azért abnak is meg lesz majd a bája, hogy valaki még a sisak felvétel előtt egyébként elnézi a pallót, ami nem több egy, nem tudom, 40 centinél, vagy maga azt a szűk részt, ahol be kell menni, jobbra bedől a vízbe, és finoman landol, teljesen váratlanul, még élő adás nélkül. Online közvetítés akkor is lesz. Persze. Hát azt azért megmutatjuk. Ja, azt akarom mondani, gyerekek, bármi van a víz alatt, nem kapcsolunk le, és nincs zene. Jó, tehát bármi történik. Igen. Nem megyünk el zenére, végig közvetítjük az egészet, bárkidől jobbra-balra, bármi történik, vesszük. Egy jó tévé és egy jó szerkesztő, egy jó producer az ilyen eseményekre mindig úgy reagál, hogy de meg volt, vettétek, ugye? Jó, na, oké, menthettek. Igen. Itt vagyok a Balatonnál, mikor lesz a merülés? Kérdezi Tomá. Tomá, kicsit félre tájoltad magad, egyébként 9 óra után tervezzük. Basszus, én meg lemaradok egy ilyen látványos cápa etetésről. Gyerekek, azért ezt tényleg sokszor elmondjuk, hogy itt effektíve nem a cápákon van a hangsúly. Tehát Feri 2 évvel ezelőtt már valóban megsimogatta őket, merült, tavaly én adás közben merültem, közvetítettük az egészet, tehát ezen már túl vagyunk. Az a simogatás annyira jól sikerült egyébként, hogy ez a fiú cápa növesztett egy második péniszt is. Azóta. Nagyon sok érdekes dolgot tudunk meg a cápákról, lesz vendégünk is, akitől még szakmai alapon még több információval gazdagodhatunk, de például az előbb a Feri megmutatta a nősténynek a nuniát. Látod, milyen szánalmas, mikor valaki a szakmaiságban menekül a félelmei elől. Beszélj inkább, hogy szakértődik, nem kell beszélni. A Feri megmutatta valakinek a nuniát? Igen. Te mentünk a folyosón, aztán nézd, Jani, nézd csak föl, itt egy cápa nuni. Eddig nem tudtad. De hogy a cápa nuniát mutatta meg valakinek a Feri? Nem, hoztam egy ilyen nunit, tudod, és akkor azt így mutogatom. Mindig oldja a feszültséget, ha van nálad egy nuni, nem? Azt néha előveszed, kicsit körbe mutogatod, ettől mindig jobban vagy. Be kell valljak valamit, gyerekek. Nem fogjátok elhinni. Tegnap ugye... Nincs rajtad alsó. Igen. Sose veszek alsót, ha kicsit idegesen vagyok. Ma is majdnem elkéstem. Mit csináltál már megint? Mondjuk innen neked elkésni művészet. Körülbelül 6 perccel lakom, de hogy itt mindenki saját felszerelésben merül már, ami a ruhát illeti, legalábbis mi ketten. Te ugye megint jégeralsóban vagy? Miben jössz majd? Te miben leszel? Te is kaptál ugye búváruhát. Persze, természetesen. Na most azt el kell, hogy mondjam, hogy 6 óra 45 perckor még egyébként a búváruhámat kerestem üveges tekintettel a garázsban, és mindenféle lombszívók között, amit egyébként, meg lombfújók között, amit tőled kaptam, meg fűnyírók, meg locsoló szerkezetek között próbáltam felkutatni a búváruhámat. Fogadjunk, hogy ezt te kikészítetted már tegnap, akkurátosan, körbehajtogattad, beraktad. Minden bent van a kis szedben, én csak megfogtam reggel és jöttem, de csalódtam volna, ha nálad nem így van. Mutatom, hol van a búváruhám. Ledobva egy székre. Mutatom, hogy sikerült elhozni a búváruhámat. Hát ott van. Tehát ő az, még ki kell fordítani, kicsit le kell porolni, tehát azt a vízben fogom lemosni, akkor semmit nem fogunk látni. De hogy azon gondolkozom, hogy ilyenkor például, most picit vallani fogok, én nem szoktam gyorsan menni. Tényleg nem hajtok gyorsan, de ma egy kicsit kellett. Hogy 6 óra 45-öt mondtam, hogy akkor kerestem, rémültem, mert akkor már valóban elkéstem. Jó, 5:45, mindegy, tudjátok. Hogy ilyenkor egy gyorshajtást ki lehet magyarázni egyébként? Tehát ilyenkor van nyomatékos. Hát, azt nem mondjad, hogy kerestem a búvárruhámat. Tehát az rosszul szól, igen, a rendőrségen, hogy de cápásmerülésre mentem a világ első víz alatti rádióadására. Ne haragudjanak. Bocs, nem volt pimaszkodunk is. Ne haragudjanak. Nem csak azért kérdezem, olvastam egy cikket, és a briteknél állítok baromi nagy divat a kimagyarázás megpróbálása. Tehát a britek valahogy úgy csinálják, hogy ők bármennyire is egyértelmű a fotó, meg akár ott a helyszínen kapják el őket, ők mindig mindenféleképpen megpróbálják kimagyarázni, ennek egyetlen egy oka van, hogy nagyon sokat kell fizetni. Tehát ilyen 100 000 forint környékén indul a gyorsajtás, itt nem tudom mennyi, de szerintem itt olcsóbban is meg lehet. 30 ér már lehet menni, attól függ, mennyivel mész gyorsan. És olvastam egy esetet, miszerint egy pacák ment, kb. 140-en vitt bent a városba, utolérte a rendőrautó, leállította, és kiszállt az ember, elmondta neki a rendőr, nyilván gyorsan ment, mire emberünk annyit mondott, hogy azért ment ennyire gyorsan, és azért sietett, mert szállított egy rendőrkutyát. Rendőrkutyát! Benézett a két rendőr a kocsiba, és ott ült a hátsó ülésen egy kutya, és nézte a rendőröket. És nagyon szkeptikusok voltak a rendőrök, megkérdezték, hogy milyen rendőrkutya ez. Emberünk érezte, hogy szorul a hullok, azt mondta, hogy nem rendőrkutya, csak volt rendőrkutya. De az még jár. De hogy sietni kellett vele, mert hogy valahova megy. Megint feltettek néhány kérdést, mire emberünk elmondta, hogy nem volt rendőrkutya, csak kutya. És ezt már kénytelenek voltak elhinni. És ezt már elhitték, rettenetesen nyomorúságosan próbálta a dolgot kimagyarázni, hogy rendőrkutya, nem rendőrkutya, kutya. De ilyenkor például, ha megállít a rend, valamit lehet. Tehát van rá esély, hogy az ember ezt kimagyarázza? Mert magyarok azért nagy kimagyarázósak. Szerintem mindenki próbált már meg gyorsajtást kimagyarázni. Egyik ismerősöm, na. Nem én. Igen, az egyik ismerősöd, aki nagyon gyorsan ment. 8 vagy 10 évvel ezelőtt a barátnőjével haladt Budapest útjain, és amikor lemeszelték a rendőrök, akkor még volt ugye az elfogásos üldözéses jelenet, akkor mivel a csaj autójával mentek, tele volt plüss állattal. És azt mondta, hogy gyűrd be a nagy elefántod a pólód alá. És pontosan ezt történt, és azt mondta, hogy nagyon nagy baj van, azonnal mennünk el kivizsgálásra, kísérjenek el a kórházig. Nem hiszem. És villogó mentőautóval, vagy milyen rendőrautóval, kamukórházba, ismerősöm, mindet köszönjük szépen, viszontlátásra, nagyon-nagyon jó. Bár mindenhol el fogom mondani, hogy a rendőrség milyen kiváló munkát végzett. A rendőrök elmentek, kicsit üldögéltek, és továbbhajtottak. Mekkora lélek jelenlét, nem? Igen, meg milyen szerencsé, hogy volt ott az a plüss elefánt, mert ellenkező esetben azt kellett volna mondani, hogy terhes a nejem. Igen, hanyadik éves, harmadik. Viszont nagyon izgulunk, megyünk a kórházba. És a kis ormánya ott valahogy ott elment, nézze, milyen büszke vagyok a férfiasságára, a gyerekre. Még a fiú lesz. Is átütött. Nem tudom, tényleg írjanak már hallgatók, kíváncsi vagyok arra, hogy nyilván ha fotó van erről, akkor nehezebb. Ugye? Tehát akkor már ott van a fotó. De mondjuk, az életszerű, hogy 70-nel megy egy rendőrautó, ők ezt szeretik egyébként baromira, hogy 70-nel megy egy rendőrautó egy 70-es táblánál, és mögötte 30 darab autó, amit tulajdonképpen nem meri megelőzni. Ennél legyen rosszabb, ha 65-tel megy, mert akkor sem mered megelőzni. Így van. Valahogy az van a fejekben, hogy a rendőrautó megy, majdnem a maximális sebességgel nem előzöd meg. Ugye? Mögötte már több kilométeres sor, ők ezt élvezik egyébként. Tehát ez nekik egy ilyen perverz öröm, hogy mennek, mit tudom én, az autópályán 120-szal, senki nem meri őket megelőzni. Viszont ha megelőzöd, akkor ők elvileg mondhatják, ha mondjuk 130-al mentek, hogy gyorsabban mentél, de fotó nincs. Félreállítanak, igazoltatnak. Akkor ezt ki lehet magyarázni? Vagy akkor mondhatsz valamit? Hát, hogy az én órám szerint az nem volt 130. Az nem volt annyi. Az jó? Én arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor valaki veszi a bátorságot magának, hogy adott esetben levillogja őket? Hát villogás szerintem nem fér bele. Hát van olyan. Van akadélyek. És ki is mutatsz, nem? Nem. Én megmondom őszintén, én tudok ilyet csinálni. Figyelj, ha ő lassabban megy, és ő erre izgul, hogy mögötte 3 kilométeres a sor, és valamilyen pervers gyönyörűséggel mosolyal az arcán ül, és néha belenéz önelégülten a szélvédőbe, és látja, hogy nagyon sokan vannak mögötte, akkor hajlamos vagyok. Vagy megelőzni, tehát vagy ha egy sáv van, akkor finoman rávillogni, hogy most mi van. Tehát, biztos, hogy élvezi a rendőr egyébként előre. Én élvezném. Ugye, hogy ez nekik egy ilyen perverz öröm? Valószínű? Mikor büntettek meg utoljára gyorshajtással? Volt neked ilyen? Volt, hogy fél évvel ezelőtt, azért mondtam a 30 000 forintot, mert valahol benéztem egy táblát, az autópályán volt egy 110-es korlát, és én maradtam azt hiszem ilyen 125 körül. Tehát a 130-ot képest nem mentem gyorsan, csak volt egy tábla, és akkor jött a 30 000. Na most ott arra nem tudtam volna mit mondani, mert ha nem láttam a táblát, biztos úr, az szerintem gyenge kifogás. Az nagyon ugye, hogy 110-es korlát volt. Olyat például lehet mondani, hogy mit tudom én, hogy elromlott a sebességmérőd? Most csak hangosan gondolkozom, tényleg nem tudom. Tehát ez egy hihető. Na, ez egy érdekes dolog. Ez egy hihető dolog, hogy mondjuk te azt láttad, neked mondjuk 100-at mutatott. Tehát valószínűleg nem, nincs ember, aki ezt benyalja. Nem? Hihető, erre azt fogja mondani erre a rendőr. Erre is volt egy barátod? Nem. Erre azt fogja mondani a rendőr, hogy rendben, akkor az öngépkocsija nem alkalmas a közúti forgalomra, levesszük a rendszámát. Szeretnénk akkor megszabadítani a rendszámtól. Jani, ti ilyen nagyon-nagyon akkurátusan, tehát 50-es táblán a 30-al, 130-nál. Ez egy tévhit, amit egyedül te terjesztesz az országból, és ezért nagyon hálás vagyok neked, mert bárhova megyünk lépten nyom, mindig ezt kapni vissza. Nem mi annyival megyünk, amennyivel mehetünk. Tehát mi addig megyünk el, addig a sebesség határig, amivel még mehetünk annélkül, hogy mondjuk szabálysértést követnénk el. Tehát igyekszünk azért betartani minden egyes szabályt, de azért ki akarjuk hozni az autóból, aztán nem kevés. Maximum lóerőt visszahoztani. 87 lóerőt. Mennyi? Egy 3-as, egy 6-os? Most egy 4-es már. Egy perc előrébb léptünk az egy ketteshez képest. Szemtelenül mentek fölfele. Azt kell, hogy mondjam, hogy... Felfulladtam. Tuning by betyára, kicsit betoltad valami súfniba. Mennyi volt? 1-2-es volt előtt? 1-2-es volt, és akkor váltottunk egy 1-4-esre. Szemtelenettek. De komolyan nem mondom, 130-at. Ha így haladunk, még ebben az életben lesz egy 2000 köpcent is autó. Igen. Ha három havonta lépsz mondjuk 100 köpcentét, akkor szépen elérend. Hallgatói tapasztalatokat várnánk, jó? 0-36-645-00-00. Vagyunk-e annyira lelem vagyunk-e annyira kreatívak, mint a britek, akik egyébként tehát szenzációs dolgokat tudnak kitalálni, egy másik pacákról is olvastam, akit már üldözött a rendőrautó. És azt mondta, hogy azért nem állt meg, és azért ment egyre gyorsabban, és követte a rendőrautó, és nem tudta utolérni, mert hogy a feleség elment egy rendőrrel, és félt, hogy a rendőr visszahozza. Jaj, ne! Rettenetesen nyomorúságos duma, de hogy ők valahogy ezt így nagyon frappánsan tudják megoldani. Jó? Hogyan lehet kimagyarázni? Lehet-e egyáltalán? Bár azt gondolom, hogy az esetek többségében az ember már nem is látja, lefotózzák. Tehát olyan leleményesen csinálják ők ezt. Hát én a múltkor azt meséltem, amikor már a hátsó ülést ugye így lefóliázták, és csak elől láttad, hogy kamera van. Meg civil autó, meg buszmegálló, meg bokor, meg leállósáv szemben a forgalommal, tehát esélyed nincs. Felüljáró, kiszúrjátok? Persze, miután fotóztak. Az hogy van, hogy egyébként belátod a felüljárót, és nem veszed észre? Tehát tényleg az van, hogy tök egyenes az út, ott áll, és valahogy a pszichológiája érdekel, hogy nem veszed észre. Én hogy a lámpaoszlop, nem? Vagy valamire gondolsz. Igen, integető gyerekek, de cukik. Csak ne dobjanak követ. Te szólsz a Mónikának, ha gyorsabban megy? Tehát rászólsz? Figyeled az órát? Átnézel néha? Lassabban? Vagy a GPS-nek mondja? Igen, a GPS-ünkön van egy funkció. Nem kapcsoltátok ki. Mit? Nem mondja, hanem mutogat. Mindig ugye mutatja a kis táblát, amin rajta van, hogy mennyivel lehet menni. Na, és ehhez képest szoktuk általában belőni. És olyankor a sokkolót azért átnyomod Mónikának. Persze, leleszültek a karjáig. De amikor együtt vagyunk, nekem nem szólsz. Nem mer. De nem azért mondom, nálam olyan... nem az én zsebemre megy. Jó, ez igaz. Igen. Ez igaz, mondjuk azt nem te fizeted. Hát a autód, ez egy nagyon biztonságos autó, tele van mindenfelé légzsákokkal, nagyon kényelmes, nagyon biztonságos, olyan, mint hogy egy tankban utaznék, csak picit nagyobb már menet teljesítménye. Nem szoktam szólni, hát majd kifizeted. Nem, a Jani általában, ha a velem jön, mondjuk megyünk, mit tudom én, valahova, akkor csak egy... Jaj. Jaj. Kapaszkodik? Majd évas van? Nem, úgy nem érzek, hogy jaj, ha ezt Mónika csinál, jaj. Ugye, körülbelül ennyi jön ki belőle. Már üvöltenék. Igen, már szólnék, már üvöltenék. Na, várjuk a tapasztalatokat, jó? Hogy ki hogyan próbált bármilyen rendőri intézkedést kimagyarázni. Tessék nekünk SMS-t írni. Egy kicsit más hír, amivel folytatjuk, ezt most megmutatni nem tudjuk, viszont kapjuk az információt, hogy állítólagosan bent a stúdióban az egyik tojás megrepett. Ne csináld! Megrepett az egyik tojás, nem tudom kinek a tojása. Koraszülött. Igen, nem, hát jaj, még nem, be kell rakni. Ez 3 nappal korábban van, azért az a 21 napban az nagyon sok. Hétfőre számítottunk. Nem tudom, hogy a repedéstől kezdve még mennyi, ami kidugja a fejét, de hogyha majd visszakapcsoljuk az online közvetítést a merülésünk után, akkor lehet látni valamelyik tojás, vagy a hallgatói tojás, vagy a csák, vagy nektek mondjuk önnek. Szegény Pöriről picit nem tegnap. Pöri és Pipike sajnos dögrováson van, hogyha szabad ilyet mondani. Hát bárméletből nem lehet, hogy Zsül ráfanyalodott, nem hozott reggelit, aztán beolvakodott a szerkesztőségi szobába, és aztán neki kezdett ott bontogatni az egyiket. De nem lehet, hogy rosszul számoltunk, és az evolúció utat tör magának a természettel, és kijönnek előbb. Hát akkor nem, az csak csák lehet. Csak kijön előbb. És lemészárol. Leszámol mindenkivel. Anna, hallasz minket, akkor írd már meg, hogy melyik tojás repett meg, jó? Erre kíváncsi vagyok, hogy menjetek már, nézzétek már meg, hogy kinek a tojása. Mert itt azért mi még versenyben vagyunk, Tibi is versenyben van, a hallgatók is versenyben vannak, tehát itt azért még éles a küzdelem. Volt fogadás? Volt valami tétje? Nem, sajnos nem. Ezt elfelejtettük. Mennyire sajnálom. Mennyire sajnálom. Anna írt, megyek, megnézem. Jó? Írd már meg. Azt, hogy az EFK jelölésű? EKF. Az pontosan szembe van velünk, én közben nézem, mert működik a tojás keltető kamerája. Az is működik. Párhuzamosan tudjátok nézni a víz alatti történeteket. Hát innen nem látszik az EKF-en a repedés, de állítólag mozognak a tojások. Hogy mozognak? Hát így, hát forgatja a gép. Nem, a csirke megy benne. Persze, igen, mint a mókuskerékben. Hátára vette a házát, és arrébb ment, igen. Azt mondta, itt már meleg van. A csirke megy a tojásba. Hát persze, kicsit megmozdul, és akkor a tojás is megmozdul. Aha. Nyilván érzi, hogy ez a része még kevésbé meleg, és megfordítja a tojást, nem? Tehát így átdönti magát. És ezt te látod, hogy mozog a tojás? Nem, most. De a Laci azt mondta. És a Laci azt mondja... Hihetetlen Laci, hogy verészege jár dolgozni. Komolyan mondom, tehát eddig csak hétvégi házi buliba aljasodott le. Igen. Azt mondja, hogy szembe van a repedés, tehát hogy lehet látni. Most átfordult. Ha szembe van a repedés, nagy baj már nem lehet. Igen. Azon irányban vagyunk. Ha szembe látsz repedés, nincs baj. Na, 0636 645 00 00 ez az SMS számunk, itt vagyunk a Tropikáriumban, online lehet bennünket nézni, látni, az egész ország drukkol nekünk, velünk vannak rengetegen SMS-ben, köszönjük szépen, hallgatóink nagy része már egyébként befészkelte magát melegszerműcsel, üdítővel és minden mással az első sorban. Néhány hely még kiadó, tessék jönni, 9 óra után egyébként merülünk, úgyhogy addig mi még itt rákészülünk, átbeszélünk egy-két dolgot, 9 óra után merülünk, fél 8 után pedig Óven bácsira és Beru nénire mi azért rányitnánk, annak ellenére, hogy ma ez egy különleges nap, SMS-ben lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Minden a víz alól. Kemények. Nagyon kemények. Kemények vagytok. Jól van, én is kemény vagyok. Hallgatóink is kemények. Te is kemény vagy, Jani. 3-4-8 lesz, 3 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Különleges helyszínről jelentkezik a Morning Show. Itt vagyunk a Tropikáriumban. Az akvárium előtt üldögélünk, és mögöttünk úszkálnak a kis halacskák, makrélák, ráják, cápák, egyebek, bohóc halak, ha látom, én nem is tudom mik. Rengeteg minden van. Az online közvetítésünkön egyébként remekül lehet látni ezeket a kis élőlényeket. Kérdezem én, Jani, hogy vagy? Köszönöm szépen, egyre jobban. Idő adás barátnak. Nem fogod elhinni, ne nyújj hozzá. Na, miket néz? Nem, fogalmam nincs. Megmutatom. Vagy halakat, vagy... Csak cápákat, de csak olyat, ahol van vér is. Nem hiszem el, hogy a Jani képe, vagy laptopján óriási kiugró fehér cápák egyébként pillanatok alatt, tehát úgy lefotóz, hogy éppen ugrik ki. Tett cápa, itt jobbra lent egyébként, gyönyörűség, és közben egy-két támadó cápa. Nagyon jó, Jani, megtaláltad a te oldaladat. Ugye? Miért ezzel nyugtatod magad? Miért nem arra koncentrálsz, hogy élő rádióadás, hogy hárman leszünk, hogy dumálunk, hogy víz alatt vagyunk? Felejtsd el, nem, a cápa semmi. Egyébként tényleg. Csak úgy tudom legyőzni a félelmeimet, ha ismerem az ellenséget. Igen, hát erre rá kell készülni. Ne, valójában egyébként beszeretnék azonosítani egyet, ami nemrégiben került ide, lesz majd egy szakértőnk, akivel beszélgetni fogunk, és ő el fogja mondani, hogy ez egy igazi világszenzáció, egy újdonság, hogy ő itt, aki közvetlenül mögötted úszik. Igen. Ő egy gitárcápa. Ő egy gitárcápa? Aha. Nem mondjuk te? Igen. Hát, te megismered. Persze, a best-of-ban nyomod. Igen? Ilyenben játszom én is. Gitárcápa? Na, akkor meg is van. És ő egy új darab? Igen. Igen? Ő nemrégiben került ide, és nekik az automatizáció az nem, mégsem. Ja nem, akkor én kerültem ide nemrégiben. Jó, ezt majd megtudjuk nem sokára egyébként. Ja, én meg itt hype-olom a helyet. Jó, rögtön leoltottam. A lényeg, hogy valamelyik cápa, úgy majd megtaláljuk, hogy melyik, hogy megvizsgáljuk őket közelről. Amelyiknek új szaga van. Amelyik nem kopott a kárpit. Igen, amelyik új szagú, az lesz. Na, nézzük az SMS-eket, mert hogy foglalkoztunk még egy témával. Ugye a hírek előtt meséltem, hogy ma is sikerült majdnem elkésni, és belekeveredtünk gyorshajtásos történetekbe, hogy a britek rendkívül jól tudják ezt kimagyarázni. Ugye mindenféle indokokkal, náluk ez nagy divat, hát sok-sok 100 000 forintot a büntetés, tehát meg lehet érteni, hogy próbálkoznak, de nálunk is van egy-két próbálkozó, aki kimagyarázza, vagy megpróbálta kimagyarázni. Bozó itt van velünk, hello Bozó, jó reggel! Hello, sziasztok! Hello, honnan telefonálsz? Budapestről. Budapestről. Velünk leszel végig, 9 óra után is hallgatsz minket? Igen, izgulok, mély levegő, pipa, hajrá. Mély levegő, pipa, hát pipa. Igen, egy jó pipa mindig lazik. Én is azt gondolom, hogy mély levegő és pipa, akkor bár olyan nagy baj nem lehet. Na, te hogy próbáltad kimagyarázni, vagy veled mi történt? száguldottam 1000-rel, villanás, 100 méterrel arrébb a szerv, megállított, és kérdezte, hogy hát akkor mi volt ez? Hát mondtam, nekem nagyon kell sietnem, mert apukámnak az a hívójel, hogy kordon egy, ami valós történet volt annak idején, ugye a rendőrségnél, és mondtam, hogy hát érte kell mennem, mert nem indul az autója, és akció van, és vinnem kell. És hát valahonnan rém lett a rendőrnek biztos ez a hívójel, mert kicsit hezitál, de visszaadta a papírokat, és azt mondta, hogy hát akkor siessek bátran, mert további ellenőrzés nincs már, és gyorsan, hogy nehogy baj legyen. Ah, de ez a kordon egy, ez valamiféle sztorinak Nem, ez egy hívójel volt. Ez egy hívójel volt. Ilyen rádiója, amit a rendőrségnél használtak, ő ott volt állományon, és hát, hogyha menni kellett neki, és hát ezt nagyon jól ki tudtam ilyen akkor használni. De akkor ezt te most is bedobhatod, tehát ez egy elévületlen dolog, nem? Ezt bármikor tudod használni. Hát most már azért nehezebb. Most már nehezebb egy kicsit. Hát tudod miért? Fénykép, és onnantól műholdon föllövik, viszlát, nem tudsz vele mit csinálni. Tehát legyezhetsz, hadonázhatsz, bármit mondhatsz, nem nyerik be. Föllövik a fényképet műholdra? Igen, és automatikusan megy a központba. Tehát nincs az, hogy kiveszem a fényképet, meg kimagyarázom, hogy mit tudom. Ezért ilyen drága rendőrség működése. Fölövik műholdát, hogy bevinnék a Teve utcába, nem? Hát mit flancolnak ki, de most komolyan mondom. Ja, és nem? Ráadásul Szombathelyről küldik ki. Tudod, mennyi onnan a bélyeg? Ahelyett, hogy Pestről nyomnák. Miért kell föllőni egy Pakisztán felett keringő műholdra, és onnan leszállítani a Teve utca komputerére? Miért nem viszik be a friss meleg fotót? Ezt komolyan mondom. Ne lehessen kivenni, ne lehessen hozzányúlni. Tehát nincs már az a hivatkozás, hogy mit tudom én, a feleségem szörcsomót, hány ácskapocsba könyököltem. Szőrcsomót. Figyelj, én ahogy veled beszélgetünk, egyébként folyamatosan jegyzetelek, tehát a feleségem szőrcsomót hányt, ez nagyon jó. Annak mi az ellenszer, a trimmelés? Ez nekem egyre jobban tetszik egyébként. Ácskapocsba könyökölt, ez is, de a szőrcsomót hányt nagyon jó. Nagyon jó. Igen, már még a rendőrkutya, nem csak volt rendőrkutya, ő nem csak egy kutya, még az a sztori is egyébként működik. Bozókám, akkor drukkolj nekünk 9 óra után. Köszönjük, nagyon, hogy minket hallgatsz, és vigyázz magadra. Mély levegő. Igen, az ránk fér, majd bent tartjuk, igen. Köszi, ciao, hello. Szia. Na, van még egy-két SMS-ünk egyébként, azt írja egy hallgató, hogy 40 helyett 60-nal mentem, amikor megállítottak, mondtam, hogy szupi. Erre visszakérdezett a rendőr, hogy mi szupi. Mire én visszakérdeztem, hogy tényleg kíváncsi rá, harmadjára hoztam el az autót, mondtam én, először a garázs sarkát vittem el, másodjára a kapu nyitás érzékelőjét, most meg alig állt meg a lábam a remegés miatt, és ezért mentem gyorsan, erre most meg önök. Ön szerint megkapom még vala az autót a férjemtől? Kérdezte a hallgató, megúszta. Tehát lehet sajnálatra játszani egyébként. Női dekoltás, ezt az Anett elmondta, aki most nincs velünk, ugye? Finoman cserbehagyott minket ezen a jeles napon, hogy ő bedobja a melleit. De nem ér semmit. Hiszen tudjuk, milyen mellei van. Igen, megdobja a push-upot. Fölpocolja a melleit. Nem, tényleg egy rendőr kéne megkérdezni, de szerintem az is segít egyébként, igen. Azt mondja, hogy... micsoda? Egy ismerősöm szabálytalanul megfordult a záróvonalon, egy elég forgalmas úton, a rendőr utána ment és számunk kérte, tudja, hogy miért kaptam el? Igen, nem a látási viszonyoknak megfelelően vezettem. Ezt hogy érti? Kérdezi a rendőr. Hát ha látom, hogy ott van, én tutira nem fordulok meg. Jaj, de rossz, úristen. És ezek nem működnek. Nem. Ezek nagyon gyenge. Ez egy ilyen mikroszkóp színpatos sztoriból. Ja, igen. Ezért ott már számlát tudsz leadni? Igen. Defekt duopoén? Nem kicsit. De csak a kollégák tapsolnak. Mi van a defekt duóval? Na jó, ne hagyd elterelni a gondolatmenetet. Csak mindig beugrik a defekt duó, és reméljük jól vannak. Lever a víz. Nem mindegy. Azt mondja, hogy amikor szabálysértési osztályon dolgoztam, az ember arra hivatkozott, hogy a tábláról visszatükröződött a nap. Ezért nem látta a megállni tilost. Majd kiment oda, lefényképezte egy olyan szögből, ahol rásüt a nap, és behozta nekem. Szenzációs, hogy milyen leleményesek a magyarok, igen. A végén kapott egy figyelmeztetést, írja Béla. De gondold el, hogy felkelt nap, felkeltekor oda ment, és megvárta a napnyugtáig azt a szöget, amikor tényleg úgy látszik, nem? Szenzációs. Na jó van, nagyon szépen köszönjük az SMS-eket, hát rengeteg jött. Köszönjük szépen mindenkinek, aki írt, viszont hát merülés ide, merülés oda, mi nekünk rá kell nyitni Óven bácsira, Beru nénire, hogy mit csinál a két kis helyes öreg, ugye? Bármi van velünk, ők örökké. Reméljük nincsen semmi gond, és Beru néni nem hány szörcsomóka. Megnézzük, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, hello Henny, jó reggel. Henny, honnan telefonálsz? Hát most éppen a vonatról, és most jöttem el a kampon előtt, úgyhogy integettem nektek és szurkolok, igen. Visszaintegettünk. Igen, abszolút. Láttam. És hova tartasz? Hát most éppen munkában. Munkába helyileg? Százhalombattáról. Igen, és lassan le is szállok Kelenföldön. Úgyhogy és nagyon izgulok értetek, nagyon szurkolok, és ez megint egy tök jó dolog, amit kitaláltatok. De helyes vagy, hát köszönjük, és igazából Janiért szurkoltam a legjobban, hogy de jó, hogy nem kell még 2 hetet izgulnia. Igen, ez pontosan ezt a célt szolgálja, Heri, nagyon jól mondott, hogy itt most 2 hétig még álmatlanul hánykolódott volna, rosszul érezni magát, így is elkezdett fogyni, stresszelt, meg volt a mi vagy te most, scuba diver, vagy mi? Ne sértegessen, én az első magyar indoor diver vagyok. Indoor diver, tehát medencében már merülhet, megvan az igazolvány. Mi a fenér várnánk még 2 hetet? Tegnap közöltük vele, hogy előre hoztuk, ma a lemerülünk. Most csak képzeljétek bele magatokat a helyzetem. Ez olyan, mintha mondjuk Armstrongnak azt mondták volna, hogy na, holnap holda szállál. De még csak most kezdtük a felkészülést. Figyelj, amit ott a medencében nyújtottál, az első osztályú volt. Tehát ha itt azt ma hozod, akkor nagy baj nem lesz. Igazán. Hát figyelj, Jani, baba fürdőtőben már biztos, hogy nem fogsz belefulladni, úgyhogy nincs miért. Igen. Igen, egy hallgató megírta, nagyon helyes volt, ha Jani nagyon tapos, akkor csak keresi a ruhákat a lába alatt, úgyhogy... Na figyelj, Henny, helyes vagy, hogy drukkolsz nekünk, akkor 9 óra után is reméljük, hogy itt leszel és hallgatsz minket. Hát mindenképpen munkába is mindig hallgatlak, titeket útközben is, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Nagyon jó, ez egy hidd el, hogy nekünk is egy nagyon nagy pillanat. Tehát, hogy mi is már sok örültséget csináltunk tényleg így a rádióval, a Class FM-mel, a Morning Show-val, de ezt azért nekünk is szoknunk kell, hogy balra nézünk, és Feri ott ugrál majd súlytalanul. Jani éppen próbál szintén leülni a székre, és közben rádióadást csinálunk a víz alól, tehát valahol az egész nagyon szürreális azért nekünk is. Így van, egy huron fogok pendülni a gitárcába. Igen. Úgyhogy minden drukkolás jól jön. Na vágjunk akkor bele, rányítunk Óven bácsira, Beru nénire, jó? Megnézzük, jó. Hogy mit csinál a 2 kis helyes ember ott valahol a Tatooine-on, a párafarm csalogányaiként. Mit hallunk először? Jaj, hát merülnek a csillagjai. Ők is ott vannak veletek. Mondja, Teri, mit hallasz? Ők is ott vannak veletek. Hát valahol szolidaritásból valószínű, hogy igen, beültek a kis forróvízős jacuzziba, és próbálgatják igen, a mély levegőt. Nagyon jó. Most már csak azt kell megnézni, hogy ki énekel, Óven bácsi vagy Beru néni. Egy nagyon rövid részletet mutatunk belőle, figyelj! Aha. Húha. Ez tényleg nagyon rövid. Hát ez biztos, hogy nem Jennifer Lopez-től a Mary Tonight. Igen. Azt nekünk is szoknunk kellett tegnap. Arról még sokat beszéltünk utána, az nagyon kemény volt, igen. Kérhetem még egyszer? Jó, hát, akkor még egyszer mutatjuk ugyanilyen röviden, figyelj! Jézus Isten! Ez nem egyszerű. Képzeld el, én látom a monitort, és még így se tudom. Igen? Ez az? Figyelj, én azt mondom, hogy vegyük ki a bögrét, Henny, mit szólsz, és... Vegyük ki a bögrét, és akkor jöjjön egy hosszabb. Mutatunk egy kicsit hosszabbat, ez rajtunk is segít jelen pillanatban, hidd el. Figyelj, jön egy hosszabb rész. Jó, azért az egész dalt ne játsszuk le, kérlek, értem én, hogy majd különleges nap, de... Te jó Isten! Na figyelj! Hát nem túl könnyű. Akkor most teljesen csöndben maradunk, hallgass meg még egyszer ugyanezt, Zsül, nem hosszabban, csak ugyanezt, jó? Pont ott indulnál. Úgy benne van a dallam a fejemben, de nem jövök rá, hogy ki lehet az előadója. Kikapjuk a pólót is. Még mindig van egy nyakba akasztód, egér alá téted. Egy zacskónak is örülni fogok. Jó, hát arra jó vagy az egész dal lejátszása után. Mehet? Mehet, aha. Figyelj, még hosszabb lesz akkor. Na hát, ebből most mered fel a tárát. Semmi nincs meg, Henny? Hát nem. Nincs pedig meg? A dal is benne van a fejemben, de nem tudom, hogy mi a címe, vagy az előadója. Ha egy dalcímet mondasz, az is jó, ha egy előadót, az is jó, mindennek örülünk. Tényleg, ma meg aztán pláne nagyon engedékenyek vagyunk. Hát igen, én ezt elhiszem, de... Nincsen semmi? Nem tudom. Mit csináljunk veled? Most ennél rosszabbat az meg alázat. Közé. Igen. Hát akkor megmutatjuk az eredetit. Figyelj, ez lett volna, szerintem be fog ugrani. Hallgass meg. És a rossz út járható. Ilyen ez. A keserű méz. Hát igen. Ez kár, hogy bizony, igen. Pedig Ovenbár Cseri Gyuri nekem. Igen. Nem eredeti egy élmény volt, hogy játszhattam. Ejjjjjj. Valaki írja, megvan ez Beru néni új száma. Henny, puszilunk, köszönjük, hogy hallgatsz minket. 9 óra után nagyon fülej. Hát egy történelmi pillanatnak leszel te is szem és fültanúja, leginkább fültanúja egyébként, ha nem nézed az online adást, úgyhogy legyél velünk, jó? Oké, szurkolok. Puszilunk, ciao, hello, hello. Nem volt könnyű. Nem, egyáltalán nem. Hát azért a második rész már ott a refrén, az arról szerintem beugorhatott volna, nem? Igen. Mm. Mi van a United-del, gyerekek? Tényleg, a Barna az egy tehetséges gyerek. Van egy csomó saját ilyen projektje. A Barnának? Barnának. Igen. Péli Barna és a, tehát és mindig tesznek ide valamit, ki jön zenélni, tudod? Ez amit a Mester Tamás és a. Aha. Aha. Péli Barna és a. És a. És akkor azokkal zenél. Azokkal muzsikál, de szerintem a zenekar is megvan. Csak nem játszanak. Nem, mert ügyes gyerekek, tehetségesek voltak. Na jól van, jövünk vissza a hírek után. Közeledik az időpont, kérem szépen 8 óra után fontos részletek a medencéről, a cápáról. Jari totálisan üveges tekintettel egyre jobban érzi, hogy közeledik az időpont. Így van, János, nem sokára megyünk a víz alá. Lélegez mélyeket úgy, ahogy tanultad, mindent elő kell venni. Itt lesz az SSI dealered. Igen, vele bármikor konzultálhatok. Igen, vele kérdésem van. Igen, tudunk majd tőle segítséget kérni, vele is beszélgetünk a halakról, cápákról, és megtudunk egy-két érdekes dolgot. És aztán 9 óra után szépen, ha minden igaz, akkor már úgy jövünk vissza, hogy valaki éppen víz alól, a többiek pedig, hát remélhetőleg jobb esetben a létre, rosszabbik esetben a létre mellett ereszkednek kicsit gyorsabban. Igen, fejjel lefelé. Úgyhogy 8 óra után jövünk, mondjuk, hogy online adás folyamatosan, ugye? Tehát az végigmegy Morning Show Facebookon, classfm.hu, meg lehet minket találni, mögöttünk az akvárium, és várjuk még a hallgatóinkat, de csak azokat, akiket mi tegnap visszahívtunk. Ugye 10 hallgató, azt hiszem, hogy a legtöbben már itt vannak, de még várjuk azokat, akik úton vannak. 10 hallgató ugye bejöhet, mi pedig jövünk a hírek után, 3 perc múlva 8 óra. 8 óra múlt 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Tropikáriumban, hátunk mögött egy baromi nagy medence, nem sokára a 3-mal többen lesznek benne, most még makrélák, meg ráják, meg cápák, és nem sokára, hát történelmi pillanat, a rádiózásban azt gondoljuk, és ebben semmiféle nagy képviség nincs, 3 ember egy időben egyszerre rádióműsort még soha sehol az éterben nem csinált, rá lehet keresni utána. Lehet nézni víz alól még, 3-an együtt beszélve, konferencia beszélgetéssel, így ebben a formában rádióműsor még nem volt. Elsőként a Class FM, elsőként a Morning Show megteszi ezt a dolgot, lemegyünk, hogy feljövünk-e, az már opcionális, minden szeretnénk lejutni, és ott egymással beszélgetve, asztalhoz leülve megbeszélni az élményeket, és lentölteni. Körülbelül fél óra, 3-4 órát, hát ez is ugye meglátjuk, hogy hogy alakul. 9 óra után merülünk, 9 óra után csoppanunk. És az is nagy kérdés, hogy tudnak-e majd 3-an beszélni a csokitól. Igen. Hogy vagy, Ani? Komolyan kérdezem, mit érzel? Hát... Jó, erről beszéltem. Jó, gyerekek, a Jani 3 héttel ezelőtt még kb. 10-15 métert úszott, és ebben semmi cinkelés nincs, ahhoz képest merül, technikai merülés hajt végre. Látni fogjátok majd a felszerelést, hogy senki ne palackra, meg kismaszkra, meg reduktorra számítson, baromi nehéz sisak, Gyurival is átbeszéljük ezeket. Ez egy valódi technikai merülés, gombok, kütyük, karok, amiket forgatni kell, párátlanítani, plusz oxigént benyomni. Szóval ez egy baromi bonyolult dolog, hogy ide eljutottál, Jani, ez is nagy. Remélem, hogy... Igazából, ha most visszafordulok, akkor is már rengeteg új élménnyel gazdagodtam, és most még, hálás vagy. Most még mondhatsz nemet. Azt mondja, hogy a budai alsó rakparton az Árpád hídig áll a sor, jó merülés, drukkolok, írja Fecó. 4-es számú főút trafi, a péteri lehajtótól Bordó Toyotából vigyázat, 60 km/h, Andy. Nagyon drukkolok, gyerekek, veletek vagyok, az M6-oson hallgatlak benneteket, itt minden oké, a merülés pillanatában félreállok, mert nem akarok semmiről lemaradni. Veletek vagyok, Jani, hajrá! Aztán a Lurdi előtt gázolás történt, nagy a dugó, ezt Attila küldte nekünk, valamint M3-as Debrecen irányában jól járható trafi nincs, ezt Hompi írta. A hétvégén megyünk a Tropikáriumban, Jani, ki lesz még állítva? Kérdezi Laci. Igen, maradban. Igen. Jani, szeretnék még veled 3-as ugrás játszani, mert ha esetleg nem úgy sikerül a merülés, ahogy tervezed, akkor nálunk micsoda kifőznénk, mert ma is felfújt lesz ebédre. Ez a tiszteletedre valószínű, igen. Jani, azért a vizsgadrug előtti nyomást azt engedd le, kár, hogy nem lehetek ott egy kalappal, írja egy hallgató. Aztán Janinak nem kell félnie, mert olyan zöld színe van, hogy a cápa félre piszkálja. Romlott. Azt mondja, hogy figyeljetek, 10 órakor Balázs fejű bálnatestek bújnak ki a magzatvízből. Írta nekünk csak. Balázs, látom, már most rajtad van a búbársisak, vagy tényleg ekkora a fejed? Kérdez egy hallgató, köszönöm szépen. Azt mondja, hogy ma reggel még nem reggeliztem, alig várom, hogy vízbe szálljatok, nyam-nyam, írja nekünk Metá BC, aki homokinak álcázza magát egyébként, és rengeteg drukkoló, SMS, mindenki szurkol, mindenki hallgat, körülbelül, hát mennyi, egy óra múlva ilyenkor már az első ember megtette a létrán az első néhány lépést, ugye hárman ereszkedünk. Vendégünk is van, Farkasdi Tamás, a Tropikárium ügyvezetője. Hello Tamás, mikrofon már a kézben. Jó reggelt kívánok, jó reggelt. Hello. Na, csak azért a tisztánlátás hallás véget mondom, hogy említetted, hogy te nem Magyarországon születtél, ha esetleg egy-két dolgot nem úgy mondasz, akkor már mentesítettelek az adót. Nagyon érződik a dán akcentus. Igen. Na, hát hol is kezdjük, csak néhány fontos információ számomra, például meglepő, hogy édes víz van benne, amit sóztok. Én ezt nem tudtam. Hát először, amikor feltöltöttük, akkor igen, édes vízre feltöltöttük, ami hát kiderült, hogy elég piszkos a víz itt Magyarországon, azt le kellett szűrni, és utána belenyomtuk egy 50 tonna sót. 50 tonna só? Az nem gyenge. Ez napi adag, vagy ezt egyszer megteszem? Nem, ez egyszer, de évente 10 tonnát kell pótolni. 10 tonna só. Egy jó gulyáslevesbe azért az elmenne itt. Pedig a sószegény, az fontos étrend, nem a sószegény táplálkozás, nem túl egészséges. Mit kell tudni a nagyvadakról? Hát nyilván mindenki ezt akarja tudni. Ugye mi hangsúlyozzuk, hogy elsősorban azt hiszem teljesen joggal nem a cápákra akarjuk ezt a dolgot kihegyezni, mert hogy ezen már túl vagyunk azért egy-ketten. Feri is és én is merültünk már cápák között adás közben, ezt már abszolút abszolváltuk, de mégis azért egy-két szóban Janinak vezess fel a kis élőlényeket, akik várják ott bent. Hát már láttam, hogy kukkonak kifelé, szeretik a Janit. De nem, semmi, tök normális kis cápáskák vannak itt, és nagyon aranyosak, bár nem szabad itt belenyúlkálni a arcukba, meg a szájukba, mert akkor az lehet, hogy rosszul sül el. Az nem annyira jó. Az nem annyira. Szokniuk kell a helyet? Van ilyen? Vagy ez hülyeség, hogy addig nem merülünk, amíg meg nem szokják a helyet? De ilyet is hallani. Nem, én már 22 éve merülök cápákkal, és konkrétan Svédországban is van egy tropikárium, és ott is én voltam első, aki beugrott, és ott nem kell semmit szoktatni. Max annyi, hogy egy pár év után lenyugszik a, mondjuk a vadász ösztönük, hogy nem úgy kapják el a makrélát, amivel etetünk, mint egy vadbarom, ha így mondanám, hanem kicsit nyugodtabban elveszi a kezemből. Tehát 10 perc után a cápa magáénak érzi a cuccot, nem kell rá várni éveket. Nem kell várni semmit. Nem, nincs az, hogy éveket várjunk. Hát annyi, hogy elején kicsit tartózkodnak emberek, de egyre jobban, hogy megyünk lehetente minden csütörtök 3-kor lemegyünk, etetjük őket, és akkor megszokják, hogy most van kaja, itt az emberek, nem kell félni tőlük, meg nem is kell megharapni. És mivel etetitek őket? Janival. Nagy labda. Nem. Makrela, polip, ilyesmi. Ezek nem élő, bocsánat, ezek nem élők, ugye? Nem, az fagyasztott, ami föl van. Fagyasztott makrélával és polip. Amikor mi merültünk a Ferivel itt, ugye az enyém az adás közben volt, szerintem, de amikor te merültél... Nem, az nem. Én szolid délutánt választottam. Szolid délután. Akkor elmondták, hogy lehet őket például közel csalogatni, az ember mozdulatlan, megvárja, míg jönnek, nem nagyon mozog, akkor van olyan, hogy egészen közel jönnek, elúsznak, talán még a teste hozzá is ér az ember. Van egy különleges technikánk, azt gondoltuk, a Jani búváróját bekenjük makréla olajra. Nagyon jó, szegény. Hát így sincs elég parácot. Nagyon fogják szeretni. Igen, abszolút áldozat szegény Jani. Igen. De hogy tényleg én is éreztem, hogyha nem nagyon kalimpál, meg mozog az ember, akkor van olyan, hogy szinte úgy megy el az ember mellett, hogy Igen. Hát először, mikor beugrottak, akkor valószínűleg körbe fognak nézni, hogy van kaja, vagy nincs. Utána, mikor nincs semmi jel kajára, akkor a napi kis körükre elmennek, és utána mennek. És ott, ahol ti fogtok ülni, ott egyébként elég nagy forgalom lesz szerintem. Tehát beültünk egy csobopontba. Tehát ott a M0-as vas csobopontra sikerült beülni. Hát jó helyen vannak a székek, mert hát tervezzük, hallgatóinak mondjuk, hogy mi ugye majd leülünk székek mögé, és tulajdonképpen tényleg hát adást imitálva, hárman együtt, beszélgetve, tulajdonképpen tudósítjuk azt, ami történik. Majd asztal mögött székeken ülve. Hát ez a terv, meglátjuk, hogy tudunk ebben a felszerelésben leülni. Legyünk majd nagyon óvatosak, hogyha oda gyűlnek körénk, hogy megnézzék, hogy van-e kaja, akkor majd azt, hogy nincs, középső ujjunkkal mutassuk. Mert az ott marad. Igaz a pisire való támadás? Nem, arról még nem hallottam. Ez csak azért, hogyha ereszt a Jani szettje, akkor nehogy baj legyen. Nem, de érzik, hogy valaki féle. Igen? Igen. Az nem jó. Hát a Janinak nem. És akkor közelednek? Vagy hát kicsit megnézzük, hogy ez lehető, valamit csinál. Látom, hogy nagyon erre helyezted ki ezt a beszélgetést egyébként, vagy erre éleszted ki. Van nevük egyébként? Nem, mintha mi akarnánk velük kommunikálni, de elneveztétek őket? Ő gyilkos, ő bőrlér. Gyilkos, ő könyörtelen. Van nevük. Ő csontörő. Van nevük, persze. A hím az a Robi. Robi. Figyelni kell kicsit, mert féltékeny. Aha. És nem szabad csajozni itt bent. Én szívesen féltékenyét teszem az online közvetítésünkben, 10 pillanatokon belül látni fogjátok, most úszik el nagyon közelibe az egyik legnagyobb. Ő a Robi a legnagyobb? Hát nem, az egy nőstény, ami most elmegy. A Robit úgy lehet felismerni, hogy van valami a lába között, mondjam így. Jó, értettük. Sőt, két valami. Nő meg nem. Igen. Állandóan kim van az a lába között, vagy ő most már érzi, hogy közeledünk? Nem, vagy felkészült. Az, mint nálatok ott lóga, így mondanám. Aha, tehát nem tudja, miért nálad nem ugyanaz a helyzet. Igen. Na jól van. Oké, az mit jelent, hogy egy cápa visszafelé úszik? Olyat is hallani, ez igaz, nem igaz? Visszafelé? Akkor párzani akar? Elveszített egy fogadást. Ami nem láttam cápát hátrafelé úszni, de az újdonság, de... Akkor nem, mikor pározni akarnak, akkor nálunk például a nőstény befehéredik, és utána a hím elkezdi a harabdálni a úszonyát, és utána történik egy párzás. Ne tartsd ki a kezed, hónaljelek harap. De akkor azt mondtad, hogy merültél már Svédországban, meg nagyon sokat figyeled ezeket a cápás akváriumokat. Volt már olyan a világban, hogy valaki rádióadást csinált egy ilyen helyről? Én nem hallottam róla, de hát mindent nem tudok. De azért nagyon sok helyen jártál, tehát te még nem tudsz ilyenről, hogy valaki élő rádióadást csinál egy ilyen medencében. Még nem hallottam róla. Na, itt kérdezik a hallgatók csak, hogy az izgalom kedvéért csütörtökönként etet, és a humor kedvéért kihagytátok-e tegnap? Még ezt így gyorsan tisztázzuk, és akkor utána hát ez lassan rákészül. Ez az, amit csak utána fogunk megtudni. Jó, hát nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál. Nyugodtan, ha bármilyet csinálunk bent, kézjelekkel, táblákra felírva, nyugodtan kommunikáld nekünk, hogy mit igen és mit nem. Elvileg terveink szerint leereszkedünk, leülünk, és aztán onnan közvetítjük az adást. Hát kicsit lehet, hogy a felszerelés miatt balra-jobbra néha eldőlünk, de ha valami ott látsz, akkor itt szólsz a lányoknak, fölírják egy táblára, és akkor... Hát max nem szabad hadonászni kézzel, mert azt én tapasztaltam, hogy nem túl jó, mert engem megharapott. Megharapott? Igen. Ezt most miért mondod el? Ezt nekünk miért kell tudni? De ez olyan jó lett volna, ez a sztori benned marad. Megharapott. Igen. De te etetted, gondolom. Igen, de amikor lemegyünk etetni, akkor ott van több száz más hal, és elég nehezen látható, és azt szoktuk mondani, akinek lemegy etetni, hogy figyelj a kezedre, és van rajtunk egy ilyen hentes kesztyű. És hát... volt egy kis ciki sztorit, hogy én mondom olyan, hogy így meg úgy kell csinálni, és akkor én egyszer ott etettem, és akkor nézem az embereket, és épp itt az alagútba jött át egy, mondhatjuk, dekoratív hölgy. És úgy megnéztem, hogy leeresztettem a kezemet, és csat, oda harapott egy cápa a kezemre, és hát az fájt. Kár lett volna, ha ez a sztori benned marad. Azt kell, hogy mondjam, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt is megosztottad. Szinte leszedáltál minket vele. Azt gondolom, hogy Jani már egy ilyen kataton állapotban csak így ül, és már azon gondolkozik, hogy hogy tudtuk megint erre rávenni. Miért nem vártunk még ezzel kicsit? Milyen jó, hogy lebeszéltem a nejemet és a lányot, hogy eljönnek, mert esetleg átsétáltak volna, folyosan kiintegettem volna, itt vagyok! Tényleg mit mondtál nekik ma reggel? Megölelted őket kicsit szorosabban? Hozzábújtál a lányodhoz? Hát úgy gondoljatok, az életbiztosít. Ami erre nem fizet, csak külön gyöngyhalász biztosítás, mert erre nem fizet. Tamás, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm neked, szépen, hogy jó búvárkodást. Köszönjük szépen, éreztük az iróniát. Ebben. Na, ha itt baj lesz, ti is bezártok. Van, csak mondjuk akkor, hogy baromi jó ügyvédeink vannak, azért arra készüljetek. Igen. Viszont van valaki, aki azért felel, ugye, hogy Jani eljusson idáig, illetve hogy eljutott idáig, mert hogy hát tulajdonképpen mindent Jani tehetségének egy részről, kitartásának, alázatának, szorgalmának köszönhetünk, és az ő SSI dealerének. Aki már meg is érkezett, és akivel mi már túl vagyunk egy próbamerülésen. Gyuri, hello, jó reggelt kívánunk, szevasz! Szevasztok, tengermély tisztelet, üdvözlök mindenkit! Tengermély tisztelet! Na, figyelj ide! Továbbra is azt gondolod, hogy készen van, felkészült ez az ember, mindent átadtál, amit tudtál, és innentől kezdve jó kezekben lesz. Hát, ezt fenntartod. Nem gondolom, de tegnap behúztatok élőadásban, mit mondhattam volna? Igen, a helyzet az, hogy késztények elé állítottunk. Egy kicsit, akkor gyorsan csak, hogy azon hallgatok kedvéért, akik esetleg nem látják az online adást, hogy magát a cuccot rövide hogy kell elképzelni. Mert ugye sokan írják, látjuk az SMS-ekből, hogy palack, úszony, majd mi itt úszkálunk és közben beszélünk, de itt valami baromi másról van szó. Nem, ez teljesen más, tehát tényleg itten mondhatni történelmet fogunk írni, mert még ennek a cuccnak is egyébként egy kicsit lemódosítottuk csak a ti kedvetekért. Tehát valójában ez egy sisakos rendszer, ami végig tehát fejtől fölfelé szárazon lesztek, ténylegesen, ahogy hallottam már itt reggel, mondogattátok, hogy olyan, mint az Armageddon című filmben, tényleg arra fog leginkább hasonlítani, csak a végén nem kell fölrobbantanatok semmit. Bízunk, neked ott a rész meghalt, ugye? Tehát, igen, hogy azért nem olyan jó ízű annak a sztorinak a vége. És ki a kopasz hármunk közül? Vadon Willis. Azt gondolom, megvagyunk. Ugye erről már beszéltünk, hogy ez tulajdonképpen... Karpántot vissza kell, hogy küldje akkor viszont. Ja, igen, mert lesz Karpánt. Szóval, hogy ez például a NASA is ugye magát, ezt a sisakot úgy használja, hogy hasonlóképpen képzik ki az űrhajósokat és a biztosító búvárok. Igen. Az elején a biztosító búvárok mindenképpen a kommunikáció szempontjából hasonló cuccokat használnak, illetve mi tényleg lemódosítottuk, tehát itten, ha valaki tényleg nem tudná átérezni, akkor tényleg rádió és mindenféle víz alatti történelmet, tehát ti tényleg online konferencia, nem egyirányos, mert az összes ilyen víz alatti kommunikáció az általában egyirányos, tehát vagy valamelyikötök beszél, vagy valamelyikötök hallgat, tehát egyszerre nem, itt meg lényegében asztal mellett fogtok ülni, látjátok az asztalt. Hát tegyük hozzá terveink szerint, tehát én már látom az asztalt balra-jobbra borulni, én hátra, Jani dőle jobbra, próbáljuk felállítani, tehát mindig tegyük hozzá terveink szerint, leülünk asztal hozzá, de induljunk innen, aztán innen csak előre tudunk lépni, igen. Hány kilós ez a cucc, ami rajtunk lesz? Körülbelül, mert azért amikor fölvettük, ez a sisak baromi nehéz, maga az ólom, karabiner, amiben bekötnek, mellény van rajtunk, láb között nem, is, mint nem, a nem annyira nehéz, tehát nektek most effektíven nem úgy lesz megcsinálva, hogy ezt tényleg a munkához szokták, tehát ti nektek, hogy meglegyen ez a kis úgymond moonwalking, ahogy én szoktam volt mondani, alá lesztek egy kicsit súlyozva, hogy meglegyen, tehát nem az lesz, mint a férfi becsületben, hogy majd itten végig battyogtok. Hát a vízben nem, de azért kínaszárazon nem volt könnyű, amikor ránk tették elgyalogolni a medencét. Ennek a sisaknak azért van súlya. Van. Úgyhogy de kompozitanyagban most meg nem mondom mennyit. Jó, csak érzékeltetni akartam, hogy mondj már valamit. 5 perce kérdezett tőled, valami semmi konkrétumot nem mondtál. Nem veszed észre. Mit csinál? Eddig felnéztem rá. Megvan, 25-30 kiló gyorsan, ahogy a 3-as ugrásnál a nagy sebesség. Éreztük azért ezt, amikor a szárazon pakolták, a vízbe már ugye nincs súlya. Oké, terveink szerint akkor az a legjobb, ha teszádból halljuk, hogy körülbelül mi a menete. Ugye te már elmondtad nekünk, de jól lenne még egyszer elmondanád, hogy hol sétálunk végig, ki ereszkedik először, hogy csináljuk ezt a dolgot. Ugye ennek van egy koreográfiája, sokan talán azt képzelik, hárman csob, egyszerre bent vagyunk, és aztán megy az adás. Egy picit bonyolultabb ez a sztori. Igen. Tehát, mint mondtam, ugyebár ti nem a kedvtelési sima, ilyen nyílt rendszeres, palackos rendszerre fogtok menni, hanem kábellel, sisak és a többi. A kábelek miatt, ami mind a kommunikációt, mind a levegőellátásokat fogja biztosítani, megvan. Tehát, bármilyen hihetetlen sorsot húztunk, és ezt addig csináltuk, amíg Balázs nem lett az első. Köszönöm. Ezt addig ismételgettük, még ő nem lett az első, tehát bármilyen hihetetlen Balázs fog elölmenni. Ugye Jani, bár többször említettétek, és olvastam, hogy többen lefitymálják az indoor divert, de pont azért, ezzel nem kell foglalkozni. Elmondom, tehát ő van neki tényleg a legkevesebb tapasztalata, ezért úgymond ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy két tapasztalt által közre fogjuk. Ugye ez esetben ugye Feri és te, Jani lesz a második, szépen ő is lebattyog. Nagyon szexi szendvics. Az egyszerű lesz, mert... Szendvicsbe rakunk, Jani, ezt még nem mondtuk. Igen. De mondanám, hogy Feri akár zsebre is vághatná, az lenne a legegyszerűbb, és lemegy és csak leteszi. Létrán történik a leereszkedés, ugye? Tehát mi elsétálunk majd egy pallóig, az utolsó pillanatban már felszerelésben vagyunk, az utolsó pillanatban egyenként teszitek majd ránk a sisakot, eléggé helyszűkében vagyunk fönt ugye az akvárium fölött. Rámegy a sisak, első ember leereszkedik, megáll lent, már próbál elsétálni, jön a második ember, és ez így megy, mind a hárman lent vagyunk. Megy, még mind a hárman le nem jöttök, oda görgetlek szépen az asztal köré, leraklak, és akkor... Alapvetően ti már valójában már végig beszélhettek, tehát amikor a sisak úgymond záródik a fejeteken, és elindul a Star Wars-os szinkronhang, akkor onnantól kezdve utca neki, megmondom őszintén, hogy Gábor tényleg remek munkát, nem is látom, merre van. Remek munkát semmi végzett. Semmi hazamenve föladta. Igen. Hát megmondom őszintén, hogy tegnap már itten még szereltük össze a cuccokat, tehát tényleg itten szuper jó volt, de... Egy-két technikai kérdés, a hallgatók kérdezik, a cápa elharapja a kábelt, ezek el nem is foglalkozunk, nem? De hogy milyen szemetek, most mondd meg, tehát azonnal nem azt kérdezi, drukkolok fiúk veletek, vagy tudod, azonnal bekérdezi, és ha a cápa elharapja a kábelt, akkor mi lesz? Kérdezi, hogy nem baleset mondták, be van kenve vérrel, úgyhogy meg fog történni, nem kell izgulni. Igen. Fiúk, a cápa okos, először a tömlőt harapja el. Mindenki így tudja, mert hogy ez az 50. ilyen SMS, érted, hogy ezt mindenki nyomja. Robika is nagyon barátságosat írja, csak annyit írja, hogy fiúk, ugye senkinek nincs kint az aranyere. Na, ezt a rendszert önmagában azért itt technikai dolgokra ugye használjátok, tehát rengeteg mindenre, Margit híd, stb. Tehát, hogy igen, tehát ilyen ivóvízkutak bevizsgálására, tehát valójában igen, tehát most ez a célra van kiegyezve, de az ideális körülmény tényleg az egyik ilyen utóbbi munka a Szökőárnál ugye maga a Margit híd volt, a Margit híd rekonstruálása, de természetesen pont így úgymond utánatok szabadon. Szeretnénk, ha ez egy kicsit így kinyílna, és ugyebár lesz ilyen Intro to SSI Helmet Diving, ha szabad így elnevezni. Szabad, ezt most nem értjük. Nem baj, most találtuk ki. Kezdő sisakos búvár, igen, ahogy hunglisül szokták mondani. Tehát kezdő sisakos búvár, valamit kell, hogy mondjon az SSI díleretek, nem tőletek csak úgy itt, és... Jó, tehát mi leteszteljük a rendszert, nem tudom, érzitek-e, finoman már üzleti alapra helyezték a dolgot. Tehát mi most szépen bemegyünk, és a dolog működik, akkor jövő héttől már egyébként hasonlóképpen bárki elvégezheti a tanfolyamot, majd merülhet ezzel a sisakkal. Érzed, Jani, hogy azért megágyaztál ennek a történetnek. A világuralmi terveide. Igen. Akkor jó az, ha mondjuk 8:30-kor, mivel nyilván a Jani és az abszolút... teljesen érthető, tehát ebben semmi bántás nincs, öltözik a leglassabban, talán a legtöbb lemondással az arcomon. Belerángatjuk a cuppanos ruhába. Tehát 8:30-kor akkor már elengedjük őt, csináljuk így, jó? De 9 óra után merülünk, akkor menjen a Jani elsőként. Mi ketten még Ferivel egy kicsit maradunk, lejátszunk a hármasugrást. Igen, a hátad mögött nagyon csúnya dolgokat mondunk. De és akkor a Jani csinálja a negyedik ugrást, vagy hogy igen. Azért azt a Jani megnyugtatására és dicsérésére azért tényleg mondjuk el, hogy azért ennyi idő alatt így eljutni, hogy konkrétan tényleg egy technikai merülés, mert hogy ez azért valóban az, tehát párátlanítani, levegőt benyomni, menni sisakkal, így eljutni idáig, úgyhogy 3 hete még 10 métert is leúszott, de nem volt a víz a közeged. Mondta, 1 perces zuhanyzás. Nem, igen, csak az. Hogy azért ez egy baromi nagy dolog a Janinál. Igen, elmondom neked, hogy én azt szoktam mondani, hogy alapvetően 2 ember nem tudok megtanítani búvárkodni, az egyik akinek nincsen dobhártyája. A másik meg a japánok. Nem lehet. Igen, ők csak az átonyon állnak. Igen. A másik pedig én úgy szoktam mondani, aki pedig nem akar. Na most a Janiban benne volt ez a nagy akarás, meg a kis presszió részletekről, tehát azért elmondom. Hát szegény, de azért ebbe beletettük szépen, igen. Csak lögdöstünk finoman. Igen. De semmi. Igen. Hát én pedig húztam lefelé, tehát ti lefelé lögtétek, én húztam. Igen. Kár ennek a műsornak, jók voltatok. Így megint egy nagyon-nagyon szimpatikus hallgató. Jó, Gyuri, akkor mi szerintem benneteket elengedünk, jó? Ugye te leszel a vízben, aki közben kamerázol is? Igen, vagy te csak biztosítasz? Hát elsődlegesen biztosítom, a cápák miatt nem jó, hogyha túl sokan vagyunk. Lesz bent még egy itteni biztosító kollega, aki mondhatni majd az orrukra koppint, de nem lesz semmi, tehát ő lényegében csak ő lesz a töltelék, őt áldozzuk be, akkor a producerek előre tolunk. Igen, a rádiónál igen, én próbálom majd dokumentálni, amennyire csak lehet, de ugyanakkor elsődlegesen a félszemem azért lesz rajtatok, hogy vissza is gyertek. Jó. Hogy azt nem mondjam, hogy egy darabba. A cuccot vissza kell hoznom, az drága, tehát Janinak el kell számoljak vele, tehát. Hát írták, hogy nagyon örülnek a karszalagnak, ami rajtunk lesz, mert majd az asztalon tudnak velünk mozdulni, vagy nem kell mozaikozni, hogy melyik láb hova kiesztartozik. Valójában ezért raktuk rátok. Igen, tehát jobb lett volna, ha mind a 2 lábunkra és mind a 2 kezünkre teszünk szalagot, hogy ki kicsoda. Online közvetítőinek mondjuk, ami drága hallgatóinak, akik már reggel óta velünk vannak online is, hogy mindenkin karszalag van majd, tessék figyelni, látható lesz. Bentről a vízből is van online közvetítés, tehát egészen közel jön majd az operatőr, mindenkit megismertek, ugye méretbeli különbségek is vannak, nehéz minket összekeverni. De a feliratok mindent egyértelműen tesznek, majd Balázs, Feri, Kaja. Te még nem láttad, mi van a karszalagodon, igen. Cápanyelven. Itt azért finoman megjegyezném, Balázs, hogy tiéd a legnagyobb sisak, tehát. Hát én már önmagában most úgy ülök itt, mintha sisak lenne rajtam, ezt meg is írták a hallgatók. Igen, tehát nekem egy labort kell a fejemre húzni, hogy... És lehet, hogy rivalizálásra lehet majd számítani, amikor a homokja készre veszik a pörölyfejűt. A pörölyfejűt nem nagyon bírják a medencét. Itt egy kicsit finoman megjegyezném, hogy azért van erre, most kitaláltam nektek ide egy speciálisat, hogyha majd, mert ugye nem láttok, csak be van szűkítve, hogyha majd mutatom, hogy ez nem azt jelenti, hogy megcápázni, hanem azt jelenti, hogy ott úszik a cápa. Az jó, jöjjön csak közel. Kell semmit csinálnatok, nem akarunk. Üljetek, ezt valószínűleg akkor fogom mutatni, amikor Jani mögött fog ilyen előfordulni. Nagyon forduljunk oda és élvezzük a műsort. Amikor tavaly merültem ugyanitt adás közben, ugye, amit már megcsináltunk, akkor is az volt, hogyha egyébként az ember bármennyire is talán egy kicsit nehéz, de egyébként szerintem egyáltalán nem az, mozdulatlan marad és csak figyeled a szemeddel, akkor olyan közel tud jönni, hogy szépen egyébként a farka vagy az oldala az akár még hozzád is ér, neki kell egy kis idő, amíg lerogyunk, és akkor utána ők egészen barátkozni fognak. Most nem tudom, hogy ezzel megnyugtattalak vagy nem, de hogy nagyon közel jönnek majd, ez szexik egyébként, aranyosak. Az egyik, ha alszik, akkor úgy megy neked, hogy közbe fölébred. Úgyhogy nagyon megnyugtattat. Percenként kapok új perspektívát. Igen, de ha ne talán te aludnál be, akkor majd fölébresztenek ők. Igen. Naphallgatója címre természetesen lehet pályázni. Várjuk a szellemes SMS-eket, azt gondolom ma azért elég sok van, hogy kikéri az autót, kikéri Feri kontaktlencséjét, kikéri Jani pontgyűjtőkártyáját, tehát már erre lecsapnak a hallgatók, de bármilyen szellemes üzenetnek természetesen örülünk, biztató jelleggel, hogy legyen naphallgatója, akiket egyébként már most meg tudnánk választani. Jani, menjetek szerintem. Megyünk. Csak még előtte elkérném a PIN kártyáitok számát. Jó, mindenképpen. Csak hogy ne jöjjek ki rosszul belőle. Jó. Annyit kérnék csak, hogy a hétfői adásban majd a hármasugrás és Owen bácsi is Beruni mellett legyen nekrológíró verseny is. Lesz az is, és hidd el, hogy hétfőn egyébként megemlékezünk róla, ha bármi van, egy nagyon zúzós, nagyon durva, nagyon egy nagyon kemény metál számmal. Bodnár Attila paprita. Egy Bodnár Attila paprita duóval búcsúzunk. Fél 9:03 online mindenki mindent láthat, tessék ránk csatlakozni, nézni, nem sokára mi még visszajövünk. Ferivel Jani már öltözik, 9 óra után pedig csobbanunk, hírek, aztán itt vagyunk mi is. 3:49 lesz, 1 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Tropikáriumban, azon belül is ugye a sajtó vagy konferencia terem, ami szépen lassan kezd megtelni, itt vannak a mi drága hallgatóink, mind a 10, meg egy kicsivel többen, mert gyerekek is jöhettek, ezzel abszolút semmi baj. Reméljük, hogy a többi hallgató lélekben velünk, rengeteg buzdító SMS, rengeteg drukkoló SMS, mindenki félreállt az autópályán, azt írják rengetegen, nem mentek be dolgozni, megpróbáltak egy órára valahogy megszökni, hogy végig tudják hallgatni. Az online adást mondtuk, hogy tessék minél hamarabb felmenni, rengetegen vannak fönt. Ha valakinek kicsit nehéz a lejutás, tessék próbálni, nem feladva a dolgot, de hát több tízezer ember van jelen pillanatban az online adásunkon, úgyhogy nem egyszerű feljutni, de ha valaki esetleg lemarad az online adásról, akkor egyébként rengeteg stáb forgat, többek között itt van a Fókusz is, úgyhogy ott is mindent majd megmutatunk, és lehet látni este a nagy pillanatokat. Igen, és attól függ, hogy Jani megúszza, mert ha nem, akkor híradós anyag is lesz. Igen. Jó, tehát akkor híradóban is benne van, ha nem, akkor csak Fókusz. Igen. Kérik előre a receptedet, nem tudom, hogy megpróbálod víz alatt elmenni, mondd el víz alatt. Hát, jó, ha eszünkbe jut, azért ez opcionális, mert ott azért elég sok mindenre kell figyelni, de ha eszünkbe jut valamiről, akkor mondd el víz alatt. A cápa úszony leves. Hát, stílszerűen valami ilyet kellene, igen, de hát szeretjük az állatokat. Rengetegen kérik, de nem azért, hogy félnek, hogy kimarad, hanem azért, hogy utána már nem fogod tudni elmondani. Tehát van ebben azért egy ilyen. Te beraktad közben a kontaktlencsédet? Igen, már? Muszáj, úgyhogy én ilyen zavart pillanatokat vetek, mert ugye aki szemüveges, ezt tudja, én gyerekkorom óta az vagyok. Ha nincs rajtad a szemüveg, az olyan, mintha messzelen lennél. De tényleg, úgyhogy itt most a kontaktlencse már bent van, mert a sisak alá nem fér a szemüveg. Így van, már is játszunk egyébként, mert utána kicsit mi is elindulunk, hát nem kicsit, nagyon belevágunk, egy picit előbb fogunk eltűnni a hírek előtt, mert kell azért idő öltözni, úgyhogy hármasugrást játszunk. Aztán ha a hírek után már most mondjuk, ami drága hallgatóinknak, hogy esetleg két zenét hallanak, ne ijedjenek meg, minden oké lesz, csak akkor még annyi időre szükségünk volt, hogy Janit lelkileg helyre pofozzuk, magunkat is, és a technika összeálljon, hogy aztán szépen fokozatosan leereszkedjünk. A létra már lent, ugye? Létra már nem van, megvan a sorrend, hogy ki megy először, ki másodszor, Feri biztosítja a csapatot a legvégén, és aztán helyet foglalunk. Egy nagyon helyes kis valamilyen cápa itt éppen most jelen pillanatban az üvegnél barátkozik. Azt hiszem, talán rád nézett. Csak inkább egy halk kérdés. Ne kérdezz meg, hogy mi, de lehet lent meglepetése Janinak? Lehet. Hogyne. Köszönöm szépen. Jó, hát akkor 9 után kiderül, hogy mi a tréfa. Sőt, mint örülök is, ha bármiféle meglepetésre hozol neki. Bárcsak azért is, mert ha éhoznám, nem szemét lennék, úgyhogy ez jó. Jó, ezt te vállalod. Na, játszunk akkor egy hármasugrást egy hallgatóval, aztán mi is elbúcsúzunk, mert megyünk öltözni, de előtte már is játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Csak egy SMS közben, Feri, vedd fel a Balázs sisakját, abba belefér a szemüveged is. Kösz, igen. Finom, ez se nekem szólt. Finom cink, igen. Halló, jó reggelt! Na, sziasztok, hello! Hello! Hogy hívnak? Tamás. Hello, Tamás. Tamás, honnan telefonálsz? Simontornyára, Valga Pékségből hívlak benneteket. Simontornyáról. Egy pékségről, jól hallottam, de nem kell elmondani még egyszer, hogy melyik pékség ez. Tamás, hallgatsz minket, remélem 9 után is itt vagy. Egész nap hallgatlak benneteket. Egész nap, de drága vagy. Milyen előérzeted van a merüléssel kapcsolatban? Hogy fog sikerülni szerinted? Nagyon jól fog sikerülni, srácok. Eddig minden sikerült, minden klapa volt. Igen, hát lejutottunk alsóőrsen, megemeltük magunkat 50-re, Jani kiugrott, hát azt gondolom, hogy itt is túl vagyunk biztosítva, nagy baj nem lehet. Tamás, játszunk akkor egyet, jó? Mert utána mi is elköszönünk egy rövid kis időre. Van már valamid, ajándékcsomag? Semmi, nincs semmi. Semmi, jó. Oké, na belevágunk akkor, jó? Figyelj, dedikált nyakbalkasztóért így szól az első kérdés. Mi a cím... Ezeket a Jani írta? Persze, az utolsó kérdései. Nem normális. Mi a címe Steven Spielberg 3 Oscar-díjjal jutalmazott horrorfilmjének? Hát mi lehet, ugye? Tehát, hogy illik ide a kérdés egyébként. Na? Steven Spielberg? Az egész világ megutálta őket többek között ezen film miatt. Homokos tenger. Több részesen? Tessék? Több rész volt belőle szerintem, igen. Több. 3 vagy 2? Hát 3 biztos. Aha. Na? 3. Mi a címe? Mi lehet? Hát nem olyan nehéz ez. Ilyen állarcos valami? Na mondd ki az állat nevét! Várj, azt mondta, hogy állarcos. Ja, állarcos? Állarcos vagy állatos? Állatos. Figyelj, nekünk mennünk kell öltözni, Tamás, ne csináld ezt velünk, mert 9:30-kor fogunk merülni. Úgyhogy jó, hát figyelj, ez horrorfilm, embereket esznek meg, és egy állatnak segítsünk ma, ez egy ilyen nap. Állat van benne, egy állatról szól. A cápa? Jaj! Így van, igen. Nem volt gyors. Igen. Már tegnap is szürreális volt a 3-as ugrás játék egyébként. Menjünk tovább, nem akarsz megállni? Rajtunk is segítesz. És ez biztos ajándék. Igen. Nehéz a másik. Nem, az még nem, menjünk neki, jó? Így szól, figyelj, dedikált pólóért. Milyen élőlények a szivacsok? Szivacsok? Mi az? Na, hát növény, vagy valami más, érted? Ha nem növény, akkor... Nem is ember, hanem akkor mi? Állat. Így van, nagyon jó. Tényleg keveset lettél a szekerén, Bali. Na most álljunk meg. Na most álljunk meg. Jó? Tamás, drága vagy, küldjük az ajándékcsomagot, csókoltatunk téged, és hallgass minket 9 óra után, terveik szerint 9 óra 10 perc körül megkezdjük az ereszkedést a létrán, és ha minden igaz, már az első vízbe lépéskor ezt közvetítjük is, utána pedig jönnek a srácok, és együtt 3-an leszünk a víz alatt. Drukkolj nekünk, jó? Drukkolok nektek, sok szerencsét. És gratulálunk, nagyon ügyes voltál. Köszi. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, nagyon jó SMS-ek jönnek közben még egyébként. Jani, ha bekapja a kezed a cápa, ne lásd ki, hanem szorítsd meg a manduláját, akkor elenged. Ugye erről már beszéltünk, hogy így kell a tigris fogai közül kiszabadulni. Vagy integessen vele. Vagy integessen. Igen, tényleg. Cápazászló. Azt mondja, hogy micsoda? Viki Judit, Mónika, tegnap megkötötte rátok az életbiztosítást, a cápa gondozó is le van fizetve rendesen. Drágák vagytok, köszönjük szépen az SMS-eket. Én egyébként az online közvetítés visszajelző kameráján láttam, hogy Jani már fönt, és elkezdett öltözni. Ezt mi mutatjuk is közben egyébként, de jelen pillanatban adják rá a mellényt, és utána egyenként araszolunk majd végig a pallón, megyünk el ugye a létráig, és kezdjük meg a kb. 6 méteres merülést, ami szintén időt vesz igénybe, mert az ember nem tud oda nyúlni az orrához, hogy egyenlítse, hanem egy rudat kell benyomni az orrodra, ugye egy ilyen kampót arra megtámasztani, és úgy fújod ki a füleden a levegőt, hogy ne legyen bedugulva az egyenlítés. Számunkra is újdonság lesz, meg érdekesség. Igen. Na, drága hallgatóink, a helyzet az, hogy akkor némi zenét adnánk mi most nektek, mert kb. 20 perc, amíg rákészülünk. Jó, köszönjük az SMS-eket. Ferenc, egy élmény volt veled egy fedélzeten szolgálni. Janitól már nem tudunk ebben a formában elbúcsúzni. 9 óra után 10 perccel valószínűleg már vízközeli vagy vízbeli állapotokkal jövünk vissza. 0636 450 000 ez az SMS számunk, csak mondjuk, hogy a szellemes, kicsit pikért SMS-eket már nem látjuk. Hogy sajnálom, nem baj, kapitány, igen. Megyünk ön után. Én hagyom el utoljára a fedélzetet. Na, tehát rádiótörténelmi pillanat, hölgyek, urak, nem sokára jövünk vissza, merülünk először a világon 3-an egyszerre adás a víz alól. 8 perc múlva, pontosan 9 óra, nem sokára találkozunk. Hölgyeim és uraim, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, mi már itt vagyunk, teljes menetfelszerelésben, rajtam a maszk, rajtam a sisak, ha hallatszik egy kis levegővétel, az azért van, hogy levegőt veszek, nyilván értelemszerűen. Én már a medence szélén áldogálva ebben a pillanatban, hölgyeim és uraim, megkezdem az ereszkedést, János halálra vált tekintetének integetik, ő lesz a második, aki ereszkedik. Most még szárazról megy az adás, de ebben a pillanatban... Néhány másodperc múlva... Ó, de hideg a víz! Jani, készülj, nagyon hideg a víz! Hölgyeim és uraim! Öröm volt örökkel egy fedélzeten szolgálni. Ebben a pillanatban már víz alól jelentkezik a Class FM rádió, kérem szépen, a Morning Show lassú, határozott ereszkedéssel megyek lefelé, miközben Jani már készül, tehát magányos pillanatok lesznek ezek nekem, egyébként egy kicsit lent a cápákkal. Jani a második, aki merül, jelen pillanatban egy korál szírt mellett haladok el, jobbra tőlem korállok, meg kell állni egy kicsit, ezt mondom azon hallgató kedvéért, akik nem rutinos búvárok, nyilván vannak néhányan, hogy az ember egyenlítsen. Ehhez egy cápa úszott el mellettem. Ja nem, ez csak egy rája. Szóval ebben a pillanatban kell egy kicsit egyenlíteni. Az ember megnyom egy gombot, és akkor az orrára szívódik egy kis kar, azzal lehet egyenlíteni. Na! Hát kérem szépen, itt van a bekészített asztal, ott vannak a hallgatók, ott vagytok ti is, az online közvetítés. Előttem egy cápa, ez szerintem a kisebbik, és megpróbálok Armstrongként előre menni. Abszolút súlytalan az ember, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ugrásnál fölugrik, majd szépen lassan visszaereszkedik, föl nem lehet venni, annyi súly van az emberen. Miközben balra, ha jól látom, a legnagyobb cápa közelít, körülbelül 1 méteres helyen fog elúszni, ha nem ijed meg tőlem. Ha igen, akkor viszont neki megy a kábelnek, ami szintén szórakoztató, de egy rája beelőzte, és ebben a pillanatban, hát azért ez nem megnyugtató. Azt hiszem talán a legnagyobb, de nem tudom hol a többi, elúszott mellettem. Hölgyeim és uraim, élő rádió adás, itt a Class FM-en a víz alól, integető arcokat látok, ők hallanak, én csak hát néhány kollégát ismerek meg a víz alól. Várom én a többieket, akik szépen lassan úgy néz ki, hogy érkeznek, azban maradtunk, hogy Jani lesz a második, és Feri zárja a sort, alattam ráják, makrélák, és a cápák meglehetősen barátságosak, úgy látom, kicsit a maszk párásodik, ilyenkor van egy kütyű, amit az ember megnyom, akkor tudja párátlanítani, és van egy másik kütyű, az pedig a pótlevegő, reméljük, hogy arra nem kerül sor. Drága hallgatók, hát köszönjük szépen, hogy velünk vagytok ezekben a pillanatokban. A szürreális, az szinte leírhatatlan, hogy buvármaszkban áldogálva élő adásban vagyunk Pécset, Debrecenen, Miskolcon, Szegeden, Dombóváron és rengeteg helyen, miközben cápák, ráják és hallgatók itt a helyszínen, nyilván az akváriumon kívül. Jani, úgy látom, hogy nem hiszem, hogy megijedt volna, egyszerűen csak készült. Egy leülésnél akkor megkockáztatok addig. Helyet foglalok, kicsit, mint a Mikulások, így megérkezik a gyerekhez. 3 darab fehér kempingszék van bekészítve nekünk, amire le tudunk ülni, és ha megérkeznek a társaim, akkor már egészen műsor közeli hangulat lesz. Egyelőre búvárokkal egyedül üldögélek. Az akvárium nagyon nagy, sok-sok métert kell elképzelni, a halak folyamatosan úszkálnak, nyilván mi más tehetének szegények. Miközben egy folyosón szintén hallgatók, fotósok nézik azt, hogy ebben a pillanatban mi történik. Nézek én fölfelé, hogy jön-e a János, de hát amíg nem, addig kicsit közelebb megyek a kollégákhoz. Jöjjön egy hallgató, beszéljünk egy hallgatóval, akkor először közben ide sétálok én, ide ugrálgatok. Ha jön egy hallgató, hát most nem ugrálok, mert egy cápa van itt velem szemben, ilyenkor az ember azért inkább nyugodtan megáll. Halló, jó reggel! Halló! Halló! Hello, szia! Hello, Márk, honnan telefonálsz? Budapestről. Budapestről. Márk, hát nem tudom, hogy tudod, de életed végéig egy történelmi adás részese leszel. A víz alatt vagyok, búvármaszkban, te pedig Budapestről telefonálsz a víz alá. Nem tudom, átérzed ennek a jelentőségét? Hát, valahogy át kell, és... Mit csinálsz most éppen? Éppen dolgozok. Dolgozol? Hát, na most nekem jobb, úgy érzem egyébként, neked sem lehet rossz. Mi a munkád? Kaját szállítok. Micsoda? Kaját, ételt. Kaját szállítasz. Aha. Hát lehet, hogy a Jani 10 után tudod majd szállítani étel formájában. Én közben itt nézelődök, kb. 6 méter vízmélységben vagyok egyébként. És kicsit párásodik a maszkom. Itt lennél velünk egyébként, szíved szerint? Ó, persze, pont úszkálnék én is. Úszkálnál, merültél már valaha? Kis vízbe. Kis vízbe, de ez fürdőkádat jelent konkrétan? Hát, nem azért. Tengerbe. Tengerbe már sikerült. Mondom én neked, Márk, meg a többi hallgatónak, hogy balra megint egy cápa úszik el mellettem. Rettenetesen barátságosak. Hát nyilván majd, ha Jani lejön, akkor fognak berágni. Tehát ez egyfajta előjáték itt tulajdonképpen, hogy én bedobtam magam, megpróbálom Jani felé irányítani. őket, vége a kábelnek, közben rám szóltak a kollégák, hogy legyek szíves egy kicsit visszamenni, és egy cápa pont a kábel fölött úszik el, de semmi baj, mert van tartalék tömlő. Márk, mit szólsz ehhez? Mondj valamit, hát kíváncsi vagyok a véleményedre. Hát iszonyat érdekes, sajnálok, mert mondd meg, ne stresszelj, mert a végén kiúlik a haja. Hogy még ebben a pillanatban is a vérét tudod szírni a Janinak, ez valami olyan fokú személyiség, amit egyébként nehéz megmagyarázni, viszont a hang az tökéletes, úgyhogy terveink szerint valószínűleg egész 10 óráig itt leszünk lent. Márk, én elköszönök tőled, hát ha tudunk egy másik hallgatóval még beszélni, csókoltatlak. Örülünk, hogy itt voltál, ez egy nagy pillanat lesz. Nekünk a rádiónak. Sok sikert, aztán hétfőn újra adásba. Hát reméljük mindenkivel. Csáló, szevasz! Mondom én a drága kollégáimnak, hogyha van még hallgató, bárkivel nyugodtan elbeszélgetek, víz alól egészen nyugodtan bárkit adásba tehetnek, mert hogy Jánosunk egy picit elakadni látszik, de ez csak egy technikai rákészülés szerintem. Nem láttam egyébként az arcán semmiféle idegeskedést, nyugodt volt, kiegyensúlyozott volt, csak fordítva vette fel a maszkot. Ezen kívül egyébként minden a lehető legnagyobb rendben van. A másik nagy dögöt keresem közben, mert itt az ember körül folyamatosan cápák úszkálnak, és nézem a létrát, ahol továbbra sincs mozgolódás, kettőt jelent, Jani vagy hazament, vagy egész egyszerűen valami történt, és nem hajlandó lemerülni. Feri zárja majd a sort. Oké, értem. Érkezik a János is pillanatokon belül. Hát ez itt lent fantasztikus, aki tengerben merült, az tudja, hogy mindenféle korállok, mindenféle növények, többet nem tudok mondani, mert egyet se ismerek. Valamit mutatnak, hogy nézzek balra. Itt kell valamit nézni. Aha! Jöjjön még egy hallgató, persze! Közben a kollégákkal nagyon helyesen úgy kommunikálom, hogy a fülemre is tudnak szólni, de közben itt állnak a Class FM-ön néhányan. Ők teljesen egyszerű hétköznapi módon egy papírja írják föl nekem, én pedig elolvasom a papírt, de a fülemre is tudnak szólni. Jöjjön még hallgató, szívesen beszélgetek Pápaival, Debreceneivel, Szegedivel, bárkivel. Abszolút nyugodtan lehet bekapcsolni. Nézem a létrát, a létrán megjelentek Jani lábai, ez pedig azt jelenti, hogy itt van már adásban, mert rajta van a sisak. Hello Jani! Hello, hallatok? Kiválóan, egyszerűen fantasztikus a hangminőség. Mit csinálsz ott fönt? Gyere le! A törpeharcsa leszáll, a törpeharcsa leszáll. Jani ebben a pillanatban elkezdi az ereszkedést, hagyom, hogy ő mondja el, hogy milyen érzés. János, add át a hallgatóknak, hogy mi történik most veled. Hát most ebben a pillanatban kezdett el felcsúszni a hideg víz a bokámon, most elérte a legnemesebb szerveimet. Úgyhogy azért kár lenne. Igen, most biztos egy erőteljes méretbeli csökkenés állt be nálam, de nagyon érdekes maga az érzés, és hát fantasztikus az a technika, amit itt a srácok összegründoltak a mi kedvünkért, és hát rettenetesen komolyan veszi mindenki ezt az egyébként ténylegesen nagyon komoly vállalkozást. Nekem igazgatnom kell itt össze-vissza a kis kezeimet. Igazgasd a kezeidet, közben János folyamatosan ereszkedik. Kérem szépen, az az ember, aki 3 hete még úszni se tudott kis túlzással a fürdőkágyán kívül, jelen pillanatban teljes menet felszerelésben, technikai bubárként. Aki a sarki közérbe is csak az anyjával, mert kimenni már elmúlt 40 éves. Igen, aki egyedül még szuhanyozni se tudott mostanáig, ebben a pillanatban ereszkedik víz alá, szépen lépked le, és pillanatokon belül, hölgyeim és uraim, Vadon János 3 héttel ezelőtt kezdett el búvárkodni, lelép az aljzatra, és onnantól kezdve már 2-en vagyunk teljes életnagyságban a vízben. Egy sárga sisak van rajta, Class FM felirattal. Nem igaz, hogy nem tudom lerázni az SSI dealeremet. És tudod mi van, hogy ő most nem hall. Mellettünk ugye Jani ezt arra mondja, hogy úszik egy búvár srác, aki vigyázz, mögötted ráják! Igen, ez a vigyázz mögötted szápa, ez az, hogy ezt most megéri. Gyere János egy kicsit! A nagy összetalálkozás, kérem szépen, már csak Ferit várjuk, aki remélhetőleg szintén megérkezik. A hirtelen mozdulatok. Mit csináltál? Integettem a kedves közös, de hát mindent hallgatók. De már nincs bal kezed. Na most mögötted van az egyik. Igen? Hol van? A gitáros. Ő a gitárcápa? Igen, ő a gitárcápa. Úgy néz ki, mintha az anyja egy rájával párosodott volna egyébként. Pöttyös. Igen, biztosan, amikor leotolták a villanyt. Igen, nagy buli lehetett, hogy egy rájához hasonlít és közben cápa. Miközben egyébként a legnagyobb cápa most már szerintem Ferire vadászik. Na milyen, Jani? Zseniális érzés egyébként. Annál is inkább, mert amikor annyit elárultunk egy ilyen kis technikai dolgot a kedves hallgatóknak, hogy amikor mi kipróbáltuk ezt a sisakrendszert, akkor volt azért némi probléma a hanggal. És most meg annyira tisztán hallak téged is, és annyira jól hallom vissza saját hangomat is, hogy tökéletes. Kinézek egyébként a nézőseregre, akik kint az üvegfal előtt állnak. Jól halljátok a hangot? Tökéletes? Jaj, de jó, nagyon örülünk neki. Igen, akarsz egy hallgatóval beszélni, hogy milyen érzés víz alatt hallgatóval beszélni? Megőrülsz, annyira jó. István, ha minden igaz, akkor itt van velünk. Hello István, jó reggelt! Hello fiúk, jó reggelt, sziasztok, üdvözöllek benneteket! Hello István, na mi újság van, honnan telefonálsz? Hát meg kellett állnom az út szélén, mert könnybe lábadt a szemem, amikor meghallottam, hogy Jani a vízbe ért. De jó arc vagy, hát ez óriási dolog, mit szólsz hozzá, durva, mi itt áll mellettem teljes menet felszereléssel. Nagyon klassz, és azt szeretném nektek mondani, hogy mondtátok rólam egyszer a rádióban, hogy én vagyok a legalja mindennek, úgyhogy most mivel ti a medence legalján vagytok, ezért szeretnék nektek énekelni, és tudni is fogjátok, hogy ki vagyok. Légy színe, van nekünk elég baj. Igen, az a baj, de most még énekelni kezdesz, még le se tudjuk tenni, mert nem tudjuk magunknak kivenni az adást, de énekelj valamit, Isten, figyelünk. Csak két sort, jó? És tudni fogjátok. Jó. A Magyarországi Zaporos Egyszerű prominens képviselője, már tudjuk, hogy ki vagy. Köszönöm szépen, további sok sikert nektek, egy szép napot. István, hallgass minket, állj félre, vagy ha már félreálltál, maradj ott, színáltakon belül jön a Feri, és onnantól kezdve hárman leszünk, szevasz. Sziasztok, hello, hello. Hello, figyelj, Jani. Ülj le addig az egyik székhelyre, ülök a másik székre, úgy várjuk a Ferit, mintha nála lennénk otthon. Melyik széket választod? Piknikeljünk. Piknikeljünk. Azt mondja, hogy legyen mondjuk a... Elindulok felé. Hello, srácok, hallottok? Hello, Feri! Óriási gyerekek, én még a medence szélén állok, és gyönyörűen lehet benneteket hallani odakint. Feri, annyira jó a hang, hogy nem fogod elhinni, amit a Jani is mond, egyszerűen döbbenetes, tényleg mintha a rádió stúdióban lennénk, óriási, próbálunk közben leülni, hát Jani baromi szerencsétlen, ahogy én is egyébként, de Jani leült már, rettenetesen nyomorúságosan mozgunk. Nem, a pillanatban Jani leült, és lerakta a lábát az asztalra. Stabilizálni kell a helyzetemet. Na várjatok, most hallotok engem? Kiváló, tökéletesen. Kiváló, hallunk téged, Feri, abszolút. Látod már a Feri lábát, mert akkor negyed óra múlva a derekát is észrevett. Figyelj, elmondhatatlan érzés, kérem szépen, hogy fél tíz előtt néhány perccel itt a Class FM rádióban, rádió történelem pillanatként ülünk a medence alján, velünk van az egész ország, mindenki minket hallgat, Jani feltett lábbal az asztalon üldögél, én pedig szintén várjuk a mi Ferencünket, hogy hárman legyünk végre, mert hogy fontos dolgok várnak ránk még itt a medencében. Milyen, Jani? Nagyon, hát látod, nagyon jól érzem magam, belaktuk valósággal a helyet. Balázsnak is a lába fönn van, az enyős fönn van az asztalon, és úgy látom, hogy Balázs makril a szarba lépett. Csak a te kedvedén át, hogy ide tudjuk csalogatni a dögöket. A cápák egészen távolságtartóak, azt kell, hogy mondjuk. Teljesen nyugodtan úszkálnak, és nem annyira barátkoznak. Körülbelül a 30 centi volt a legtöbb, amíg elúszott. És most jön ez a macska rája a cápához hasonlító pöttyös kis jószág. Miközben én azt látom, hogy a Feri nem sokára ereszkedik, és akkor már hárman leszünk. Egy skander víz alatt. Gyere meg, alázlak! Na gyere, alázlak! Nézd ember a pillanatban! Kökkevény! A gyerekeimért! Na most jó, már felborultam, várjál! Ja, vigyázz mögötted egy gitárszába! Na kérem szépen, Ferencünk is úgy néz ki, hogy szépen ereszkedik. Ebbe lehet fejjel állni, Jani? Próbáljuk meg szerintem. Próbáltad már? Hát a puding próbálja az evés. Figyelj, az SSI dílered úgyse hajt, tök süket, mert nincs rajta hangcuc, úgyhogy bármit megcsinálhatunk. Janinak itt van az oktatója is egyébként, aki csinálja a webközvetítést, víz alatti webkameránk is van, úgyhogy lehet nézni bennünket, reméljük, hogy mindenki fel tud csatlakozni. Ferencet nagyon várjuk. Igen. Ferenc, lefele! Feri, ha lejössz a létrán, az lehet, hogy egy kicsit segít. Figyelj, gondoltad volna ezt 3 héttel ezelőtt, hogy itt leszünk a víz alatt? Ne. Igen, na, meg vagyok? Hát, igen, meg vagy, de még mindig nem látjuk a lábadat. Na most ennek 2 oka lehet. Itt vagy, Feri? Itt vagyok, kérlek szépen. Szevasz, Feri! Az történt, hogy leesett a mikrofon szivacsom. ezért nem tudtam sajnálatos módon már veletek lenni, de most megpróbálom a lehetetlent egy gyönyörű nagy lépés technikával. Igen, látjuk, mert behajlott a létre. Igen. És ott a lába! Ebben a pillanatban megjött Feri ereszkedik, ja. Kérem szépen, a harmadik műsorvezetője a Class FM Morning Show-nak, Rákóczi Ferenc. Figyelj, Feri, balra egy kicsit a hátaddal, mert ott egy baromi nagy korában fordulja egy kicsit balra. Nem baj! Semmi baj, ne! 100 évig növekedett, ne törődj! Igen! Olyanok, mint a cseppkövek! Ferenc ereszkedik ebben a pillanatban, rutinos! Most egy nagyon picit állj meg, mert közvetlen mögötted van a tigris. Igen, várjál most egy kicsit, mert rálépsz a számára. Most már jöhetve, nincs alattad semmi, elúszott. Meg kell ismerkedjünk nekünk egymással. Össze kell haverkodnotok, igen. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Mindjárt nem vagy, 2 lépcsőfokot van és nem vagy. A barátság a lényeg ebben a sportban, ugye tudjátok. Számíthatunk egymásra és a tápákra. Hatalmas ráják vannak mögötted, ebben a pillanatban rámentek a kábeledre, de elúsztak. Hölgyeim és uraim, a harmadik műsorvezetője a Morning Show-nak, Rákóczi Feri is ebben a pillanatban megérkezett közénk, és immáron hárman szeretnélek benneteket helyjel kínálni szerény hajlékomban. Köszönjük szépen, hogy hoztam nektek azért ajándékot. Bali, azt gondolom, hogy enélkül nincs Morning Show, hogy neked ne legyen egy ilyen kis. Nagyon köszönöm, kicsit felvizetted a teámat, Feri adott egy bögrét. Várjál, dedikálom. Ebben a pillanatban pedig megpróbálom leülni, utána adod a Janinak, szerintem. Jó. Picit lecsütsedünk hárman, mint a klasszikus műsorvezetés lenne. Közben rengetegen vannak a sajtótól egyébként, a kollégáknak mondom, hogy nyugodtan mondják majd, hogy merre forogjuk. Janikám, igen, azért nem ulasszuk el magunkat, megnézném a különböző műsorokban, lehető legjobb szögből. A sajtó jelenlévő kedves képviselőinek csak annyit mondanák, hogyha ezt nem írjátok meg, akkor mit? Igen, nézzétek, hát a táplák közé merülés az jó, tehát hogy az is fantasztikus, én megértek mindent, persze, nyilván 2 év rákészülés után, de hogy... De hogy élő rádióadás, rádióműsor, oda-vissza kommunikáció először az egész világon, bocsánat, a kicsit sokszor hangsúlyozzuk, de azért erre büszkék vagyunk. Látom barátaimat is ebben a nehéz pillanatban, ők is velünk vannak, nagyon helyes. Igen, már a hitelkártyákra számítanak. Igen. Már át is vették, megnyugodhat. Igen. Mit hoztál, Feri? Mi az ajándék? Egy hatalmas parasztpagettet hozott le sonkával és rajt. Tényleg valamit kajáljunk. Így ahogy van, így ahogy mondod, ez egy nylonzas csomagolt étel. Az a helyzet, János, hogy ezt nem neked hoztam elsődlegesen, nem te fogod elfogyasztani. Ennek különböző okai vannak. Egyrészt az, hogy ez hús alapú, tehát azt gondolom, hogy te ezt nem fogod megenni. A következő a helyzet. Kesztyűvel vagy kesztyű nélkül vállalod? Vagy sehogy. Nem mondjátok, hogy intéztetek nekem egy etetést. Hát nem intéztük, hanem fogtam egy falat, meg egy ilyen gyönyörű lánckesztyűt. Ha gondolod, akkor te lehetsz az első műsorvezető a víz alól a világon, aki műsort vezet és megkínál egy cápát egy hallal. Balázs közben a könnyeivel küzdköd. Nem haragszol ezért a kis meglepetésért. Hát figyeljetek, nagyon jó fej. Ne haragudj, én se tudtam róla, mondtam volna a Ferinek, hogy ne csinálja, de nem tudtam róla. Istenem, tényleg, ne haragudj Balázs, hogy nem szóltam előre. Jó? Jani ebben a pillanatban felvett egy ilyen acélsodrony kesztyűt a jobb kezére, most még a jobb keze. Igen, és úgy érzem magam, mint hogyha egy statiszta lennék a mennyei királyság. Ez most még így van a jobb kezed, aztán ki tudja, hogy kinek lesz a jobb keze. Igen. Jani, következő a helyzet. Amennyiben úgy érzed, hogy van barátod és szeretnéd itt megetetni, akkor arra kérlek téged, hogy majd ahogy a kezedbe adom az ételt, a farkánál fogd meg, nagyon tartsd magadtól. Elnézést, én rájön bele arapott a lábomba, ez nem volt szórakoztató. Na mit keresel itt, hogy gondolod? Figyelj, ezt most nem hiszed el, megcsípett a szába. Ez csak egy rája. Azt hittem az SSI dealeret szórakozik Jani, de ez nem volt vicces. Én láttam egyébként, hogy szemben állt egy szápa áldozat. De szóljál már a hátam mögött, van beleharapott a lábom, ezt most csak komolyan mondom, mit csinált itt? Semmit. Csak megszagolta. Ez azért van, mert te még a padinál végeztél és félték egyet. Férzik a lábot! Na, de játsz túl a Gyerekek, egyébként tényleg megharapott, nem viccelek. Na. De csak ilyen kis csipkedés volt, nem akarok Hajdú Péter lenni. Igen? Én csak annyit mondok rá, hogy a Szentföld nem a szaracéloké! Jani, ja, bocsánat. A farkánál fogva fog meg a halat, és szars ki nagyon messzire. Ha jó. Bármit úgy érzed, hogy nem korrekt, nem jó, nem helyes, ha már a kezedet teszik, akkor dobd el a halat. Várjál, viszont akkor a jegygyűrűmet inkább átteszem a bal kezemre. Az most meg késő. Jó? Na. Tehát ennyi a legfontosabb, ha nem érzed magad biztonságban, ha nincs komfortérzeted, akkor a halat légy szíves, dobd el. Ott a farka. Jaj, a farkánál fog meg, és tarts ki jól az SSI oktatót felé. Na, figyeljetek! Nem biztos egyébként, hogy bárki rá fog harapni, de hello, az esélyét adjuk meg. Szia, Jani vagyok Lőrincről. Igen, léci edd meg minél gyorsabban. Jó, hogyha esetleg gondolod, nem vagy éhes, nem baj. Janinak közvetítek, hogy mi történik. A cápa ránézett a makrinára, és egyfajta undorral, körülbelül 1 méterre a Janitól elúszott, és egyelőre nem akar enni. De hát ha tesz még egy kört, akkor meglátjuk, hogy rámozdul-e. Csak megmondom, Jani, hogy az a pöttyös csípte meg a lábam, ott lehet, az lehet egy picit éhesebb, mert az elég szemtelen, igen. Tehát van egy rája, aki állandóan szemtelenkedik, meg az a félig rája, félig cápa, az eléggé szemtelennek tűnik. Aha, az az egyetlen probléma van egyébként ezekkel a sisakokkal, amellett, hogy marha jól zárnak, hogy viszonylag szűkös a kilátási lehetőség, ezért nem tudom belőni azt, hogy milyen irányból jöhet. Figyelj ide, akkor mondom neked, jobbra nézzél egy kicsit, egészen kicsit jobbra, és most kezd el kinyújtani a kezed, mert a legnagyobb homoki tigris cápa, ami egyébként nagyon barátságos, hogy 2-3 méter lehet körülbelül, teljesen nyugodtan úszkál, az most közeledik Jani felé. Ha Hajdú Péter lennék, azt mondanám 5 centire van, de nem vagyok, úgyhogy 3 méterre megy el a Janitól. Jani, ő se éhes. Igen, egyáltalán nem foglalkozik veled. Egyáltalán nem, hát Péterünk kezét valószínű már, ugye, az újságok szerint leharapta volna. Az a helyzet, hogy az előbb nagyon udvarias és távolságtartó voltam. Lehet, hogy ez nem jött be, megpróbálok stílust váltani. Hé, durunk, butarcú! Kicsit kezdjél arcoskodni, meg pickándozni. Ebben a pillanatban Jani... Ne parázzál, mitől fosó? Nyugi, egy másik rája, Balázs, nyugi. Megint van valami a lábunknál. Janira ráfordult a cápa, közben a rája alulról támad, kicsit elkezdtek minket körbe zsongani. Ez már meg így nem lesz címlap. Mit fokolnak megérni a búvát? A rohadt életben. Figyelj, ezeket annyira nem érdekli a makrélát, hogy azt el nem tudom mondani. Hát, Jani, azt gondolom, hogy a tartási móddal van baj. Ha úgy érted, akkor engedd el a halat. Várjál, páratlanítok neked egy kicsit, jó? Köszönöm. Jó lesz? Ha víz megy be, akkor ne haragudj. Jobb Balázs? Egyébként picit csalódott vagyok, mert a nejem még egyszer sem mondott nemet a makrélámra. Na most, ha hátrafordulsz, várjál, nem mozdulj, mert most ott van, komolyan mondom, a hátad mögött, most nem mozdulj. Balázs, igen, itt... Balázs, hallasz Balázs? Hallak, igen. Én Tomi nekik kívül, van egy baj. Igen? Mi? Hát én szerintem azért nem jön a cápa Janihoz, mert csirkének nézi. Aha. Jó, azért nem tudtam megszólalni, mert közben a Jani hátam mögött meg egyre közeledett a nagy dög. Egyébként nem volt kicsi. Csirkének nézik a Janit. Jani, ez egy kihívás neked, tehát innentől kezdve valamit kell csinálni. Nézd fölötted! Nem hívasz meg így! Rohagy meg, te szemét vagy! Azt mondja, nézd fölötted és szomorúgod! Te mekkora szemét vagy! Mit szólátok, a víz alatt egy Polgár Petit meghallgatnánk csak az íz kedvéért, hiszen Peti hetes rovatunk péntekenként van, hát nem ulasztuk őt is bevonni ebbe a rádiótörténeti pillanatban. Úristen, Peti rosszul! Nem vagyok rosszul, csak fejet hajtottam nagyságot elő! Tényleg, igen, mint Darth Vader, ne térdemet előtte! Ó, uram! Na, figyelj csak, gyere egy kicsit elrébb! Most már ne szarozunk, add ide a kezed, mert én unom, hogy itt lóválod ezt a makrélát, menjél odafél, most tedd a szájába! Ne menj tovább! Jani, ebben a pillanatban megpróbálta odani nekem a cápát. Szóval egy Polgár Peti csak az ízkedvére a víz alól. Hallgassuk meg, hogy milyen. Jó? Indítsuk el Polgár Peti a rádió történeti pillanatban, hölgyeim és uraim, hiszen Peti hetes van, és mégiscsak péntek. Ő is legyen velünk ebben a pillanatban. A 4 himnusza közül egyet az ízkedvért meghallgatunk. Halljuk, milyen formában volt ezen a héten Peti. Nem tudom, miből lett meg az ára, de befeküdt plastikára. Kéne egy új agy, de új orr is, mert olyan, mint egy unikorn is. Mindenki azzal kezdett cikizni, hogy az ruhany alatt tud cigizni, mert akkora orr nőtt a képére, a mókus nem megy ki a végére. A szája traktorkerék, de nincs kormány, csak egy szép nagy méretes ormány. Ha néha füllent, az nem véletlen, Pinocchio volt előző életben. Az ajtó mindig orrba verte a versenyeket, orvos az új képet, már éppen a legjobb méret, már éppen a legjobb méret, mint egy zászló attól, már éppen a legjobb méret, elfordult, azt hitték sorokból, már éppen a legjobb méret, Na, hát ez parádés volt, ahogy azt már Petitől is megszokattuk mindig. Most egyelőre úgy tűnik, hogy ketten fogunk maradni bent a vízben Ferenc kollégával együtt, mert Balázsnak egy pici kis technikai problémája támad. Balázs egyelőre még tud beszélni, úgyhogy nyugodtan szólj a hallgatókhoz. Hallottok engem? Igen, még tökéletes. Van egy kis technikai zűr, mindjárt visszajövök, jó? Ha tudok, ha nem, akkor ketten vagytok, integetek nektek az üvegbözül. Jó, azt szívesen megnéznénk, hogy milyen vagy kívülről, hölgyeim és uraim, tehát a világon először Polgár Péter remekművét sikerült meghallgatni a víz alól. Mi a helyzet a makrélával, János? Igen, ledobtam a makrélát, mert ezek a halak szerintem túl vannak etetve. Tehát, hogy annyira lefitymálva, vagy valami probléma lehetett vele. Lehet, hogy Pangáziusz volt Vietnámból. Mert nem nagyon akarták elfogyasztani. Ugyanazt a halat hoztam le neked, amivel tegnap etették, gondoltam, hogy nem változtatunk a menün. Ez nem is történt meg, viszont úgy tűnik, hogy a halacskák tényleg nem nagyon érdeklődnek iránta. Viszont van egy olyan érzés, hogy Balázs fönt belegabolyodott az én légtömlőmbe, mert húz maga után. Oda néz. Nem tudok oda nézni. Miért nem? Na gyerekek, csak egy ráján állsz, János, csak azt szeretném mondani. Gyere egy kicsit erre felém, ugyanis a ledobott makrélára megérkeztek a halacskák, a ráják már... Várjál, felemelem a lábam, hogy el tudjon úszni. Már megtalálták a halat, és valaki el is rabolta. De király, iszonyú jó fejek egyébként. Közben elmondjuk, hogy itt néhány hallgatónk, aki ugye bejárást nyert a Tropikáriumban, ők például a kokáért az akvárium alján található kis áteresztőn, ezen a bizonyos kis csatornában. Megindultam. Mit csinálsz? Gyerekek, ezt nem fogjátok valaki elindulni. Beleakadt fönt a légtömlőmbe, mert állandóan húz valaki a létra felé. Aha, rossz tömlőt húznak valószínűleg. Nem baj, most megindulok akkor én is abba az irányba. Jó. Ne érezd magad nagyon egyedül, majd pedig, hogy felrángatnak, mint egy kis tubi szexet. Na most a kérdésem az lenne, hogy a Peti ennyi volt, Polgár Peti egyetlen dallal készült mára? Szerintem több dallal is készült, csak egyetlen egy baj van, hogy a papír még nem vízálló, amire az adásmenetet nyomtattuk, úgyhogy nem tudom, hogy milyen dalok vannak még Polgár Petiből. Közben a felszínen kérjük a kollégákat, hogy legyenek olyan kedvesek és szóljanak a búvársegítőknek, hogy a Jani kábelét, légkábelét ne húzzák, mert a szerencsétlen itt lebeg a közepén az akváriumnak, de reméljük, hogy ezt is megúszuk. Jó hírem van, János, a makréládat elvitték. Pedig, ami most a lábadnál van, na, ő harapta meg az előbb a Balást. Jaj. Ja, Istenem, gyerekek, ezt vegye föl valaki. A Jani táncol, ne lép rá, maradj nyugodtan, ad ide a kezed, nyugalom, meg vagyunk. No, kérem szépen, várjál, mert most engem akar megkóstolni, de nem fog, mert én óvatosan ütettem a lábamat. Megmondom nektek őszintén, hogy az a felállok az asztalra. Az a hal lett a legkevésbé nyugodt, akire nem nagyon számítottunk, ugye mindenki a szürkére vagy a homokira próbált meg. Megoldotta a Feri a dolgot, egyes aggódj, hogy édesöcsém, illetve bátyám, itt már nagy probléma nem lehet. Aha, jó, megpróbálunk óvatosan mozogni. Azért érdekes az, hogy Jani most önáll az asztal tetején, nem itt az a vízben. Vele nem szórakoztok, parasztok. Mi a helyzet? A Balázs mikrofonja úgy tűnik, hogy véglegesen kikészült, de remélhetőleg hamarosan egy felszíni mikrofont fog majd kapni, és abban az esetben ugye ő is beszáll majd az adásban. A kedves kis halacskák, akik az előbb nagyon aranyosan és óvatosan keringtek közülünk, úgy tűnik, hogy egyre komolyabb transzba estek, hölgyeim és uraim, itt közben a búvár oktatóra viszi el egy cápa, és elérkezett az ünnepélyes pillanat. Jaj, Jani, várjál, időlök mellé! Hölgyeim és uraim, György Molnár, a Jani SSI dílere megpróbál nekünk átadni a víz alatt valamit, én ezt meg is nézem. Azt mondja, hogy Ferenc Rákóczi névre vonatkozó búvárkártya, illetve átveszem Sebestyén Balázsét is. Shark Diver lettél, Jani, meg mi is? Hát ez zseniális, hogyha lehet vele pontot is gyűjteni, akkor én már nagyon boldog vagyok. Nálam boldogabb ember ebben a medencében jelenleg nincsen. Megkaptuk. Nagyon szépen köszönöm. Hogy cápás merülésre alkalmasak vagyunk. Zseniális, király, hát jól van. Hallottok, srácok, hallottok? Hello, srácok, na hát nekem ki kellett jönnöm, mert akadt egy kis technikai dolog a mikrofonommal. Az van, hogy ez a technikai ok, engem is elkezdettem kínozni. Komolyan mondod? Igen, ebben a pillanatban. Úgyhogy egy kicsit el kell tartani a számat a mikrofonhoz. Jó, de hogy ne is mondj többet, igazából volt egy kis technikai, nem búvár, abszolút. Gáborom, hagyd nézzek egy időt közben, mert itt zajlanak az események. Meghallgatjuk addig a nap legjobb pillanatait, és akkor megnézzük, hogy utána ti még tudtok-e maradni, hölgyeim és uraim. Hát akkor ti még úszkáljatok, Jani, akkor döntsd el, hogy mi legyen. Mi meghallgatjuk, megnézzük, meglátjuk a nap legjobb pillanatait, és utána vagy még a medencéből rádiótörténeti pillanatként, vagy már a medencén kívülről egyfajta élménybeszámolóként jövünk vissza. Hol a makréla, Feri? Csak azt mondd meg nekem, mert én most nem látlak titeket. Jani, eldobtam a makrélát, annyira megijedt tőle, és ez most már eltűnt valamelyik hal szájában. Úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Viszont a felszíni kollégáknak szeretnék szólni, hogy ne húzzák a Janikát. Igen, mert most éppen lerántottak az asztalról. Jó, Janikát belével óvatosan, hölgyeim és uraim, egy rövid szünet, egy a nap legjobb pillanatai előtt egy pici reklámistán, jövünk vissza még a medencéből, 10 óráig egészen Morning Show rádió történeti pillanat. Itt vagyunk mindjárt. Ez történt a Morning Show-ban. Olvastam egy esetet, miszerint egy pacák ment, kb. 140-en vitott bent a városba, utolérte a rendőrautó, leállította, és kiszállt az ember, elmondta neki a rendőr, nyilván, hogy gyorsan ment, mire emberünk annyit mondott, hogy azért ment ennyire gyorsan, és azért sietett, mert szállított egy rendőrkutyát. Rendőrkutyát! Benézett a két rendőr a kocsiba, és ott ült a hátsó ülésen egy kutya, és nézte a rendőröket. És nagyon szkeptikusak voltak a rendőrök, megkérdezték, hogy milyen rendőrkutya ez. Emberünk érezte, hogy szorul a hurlok, azt mondta, hogy nem rendőrkutya, csak volt rendőrkutya. De az még jár. De hogy sietni kellett vele, mert hogy valahova megy. Megint feltettek néhány kérdést, mire emberünk elmondta, hogy nem volt rendőrkutya, csak kutya. És ezt már kénytelenek voltak elhinni. És ezt már elhitték, rettenetesen nyomorúságosan próbálta a dolgot kimagyarázni, hogy rendőrkutya, nem rendőrkutya, kutya. De ilyenkor például, ha megállít a valamit lehet. Tehát van rá esély, hogy az ember ezt kimagyarázza? Mert magyarok azért nagy kimagyarázósak. Szerintem mindenki próbált már meg gyorsajtást kimagyarázni. Egyik ismerősöm. Na. Nem én. Az egyik ismerősöd, aki nagyon gyorsan ment. 8 vagy 10 évvel ezelőtt a barátnőjével haladt Budapest útjain, és amikor lemeszelték a rendőrök, akkor még volt ugye az elfogásos, üldözéses jelenet, akkor mivel a csaj autójával mentek, tele volt plüss állattal. És azt mondta, hogy gyűrd be a nagy elefántod a pólód alá. És pontosan ezt történt, és azt mondta, hogy nagyon nagy baj van, azonnal mennünk el kivizsgálásra, kísérjenek el a kórházig. Ismerősöm, mindet köszönjük szépen, viszontlátásra, nagyon-nagyon jó. Bár mindenhol el fogom mondani, hogy a rendőrség milyen kiváló munkát végzett. A rendőrök elmentek, kicsit üldögéltek, és továbbhajtottak. Mekkora lélek jelenlét, nem? Jani, ti ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon akkurátusan, nem, tehát 50-es táblán a 30-al, 130-nál 100-al, nem? Ez egy tévhit, amit egyedül te terjesztesz az országban, és nagyon hálás vagyok neked, mert bárhova megyünk lépten nyom, mindig ezt kapni vissza. Nem mi annyival megyünk, amennyivel mehetünk. Tehát mi addig megyünk el, addig a sebesség határig, amivel még mehetünk annélkül, hogy mondjuk szabálysértést követnénk el. Tehát igyekszünk azért betartani minden egyes szabályt, de azért ki akarjuk hozni az autóból, aztán nem kevés. Maximum lóerőt számoltam. 87 lóerőt. Mennyi, egy 3-as, egy 6-os? Most egy 4-es már. Egy 4 perc előrébb léptünk az egy 2-eshez képest. Szemtelenül mentek fölfele. Azt kell, hogy mondjam, hogy felfulladtam. Tuning by betyára, kicsit betoltad valami sófniba. Jani, hogy vagy? Köszönöm szépen, egyre jobban. Idő adás barátnak. Nem fogod elhinni, ne nyújj hozzá. Na, miket néz? Nem, fogalmam nincs. Megmutatom. Vagy halakat, vagy... Csak cápákat, de csak olyat, ahol van vér is. Nem hiszem el, hogy a Jani képe, vagy laptopján óriási kiugró fehér cápák egyébként pillanatok alatt, tehát úgy lefotóz, hogy éppen ugrik ki. Tett cápa, itt jobbra lent, egyébként gyönyörűség, és közben egy-két támadó cápa. Nagyon jó, Jani, megtaláltad a te oldaladat. Ugye? Meg. Miért ezzel nyugtatod magad? Miért nem arra koncentrálsz, hogy élő rádióadás, hogy 3-an leszünk, hogy dumálunk, hogy víz alatt vagyunk? Felejtsd el, sem a cápa, semmi. Egyébként tényleg. Csak úgy tudom legyőzni a félelmeimet, ha ismerem az ellenséget. A hétvégén megyünk a Tropikáriumban, Jani, ki lesz még állítva? Kérdezi Laci. Igen, marad. Igen. Vendégünk is van, Farkasdi Tamás, a Tropikárium ügyvezetője. Hello Tamás, mikrofon már a kézben. Jó reggelt kívánok, jó reggelt. Hello. Na, csak azért a tisztánlátás hallás véget mondom, hogy említetted, hogy te nem Magyarországon születtél, ha esetleg egy-két dolgot nem úgy mondasz, akkor már mentesítettelek azon. Nagyon érződik a dán akcentus. Igen, igen. Na, hát hol is kezdjük, csak néhány fontos információ számomra, például meglepő, hogy édes víz van benne, amit sóztok. Én ezt nem tudtam. Hát először, amikor feltöltöttük, akkor igen, édesvízre feltöltöttük, ami hát kiderült, hogy elég piszkos a víz itt Magyarországon, azt le kellett szűrni, és utána belenyomtuk egy 50 tonna sót. 50 tonna só? Az nem gyenge. Ez napi adag, vagy ezt egyszer megteszi? Nem, ez egyszer, de évente 10 tonnát kell pótolni. 10 tonna só. Egy jó gulyás levesbe azért az elmenne itt. Pedig a sószegény, az fontos étrend, nem a sószegény táplálkozás, nem túl egészséges. Mit kell tudni a nagyvadakról? Hát nyilván mindenki ezt akarja tudni. Ugye mi hangsúlyozzuk, hogy elsősorban azt hiszem teljesen joggal nem a cápákra akarjuk ezt a dolgot kihegyezni, mert hogy ezen már túl vagyunk azért egy-ketten. Feri is és én is merültünk már cápák között adás közben, ezt már abszolút abszolváltuk. De mégis azért egy-két szóban Janinak vezesse el a kis élőlényeket, akik várják ott benne. Hát... Már láttam, hogy kukkonak kifelé, szeretik a Janit. De nem, semmi, tök normális kis szápáskák vannak itt, és nagyon aranyosak. Bár nem szabad itt belenyúlkálni a arcukba, meg a szájukba, mert akkor az lehet, hogy rosszul sül el. Az nem annyira jó. Az nem annyira. Szokniuk kell a helyet? Van ilyen? Vagy ez hülyeség, hogy addig nem merülünk, amíg meg nem szokják a helyet? Ilyet is hallani. Nem, én már 22 éve merülök cápákkal, és konkrétan Svédországban is van egy tropikárium, és ott is én voltam első, aki beugrott, és ott nem kell semmit szoktatni. Max annyi, hogy egy pár év után lenyugszik a, mondjuk a vadász ösztönük, hogy nem úgy kapják el a makrélát, amivel etetünk, mint egy vadbarom, hogy mondanám, hanem kicsit nyugodtabban elveszi a kezemből. Tehát 10 perc után a cápa magáénak érzi a cuccot, nem kell rá várni éveket. Nem, nem kell várni semmit. Nem, nincs az, hogy éveket várjunk. Nem, hát annyi, hogy elején kicsit tartózkodnak emberek, de egyre jobban, hogy megyünk lehetente minden csütörtök, 3-kor lemegyünk, etetjük őket, és akkor megszokják, hogy most van kaja, itt az emberek, nem kell félni tőlük, meg nem is kell megharapni. És mivel esztetitek őket? Janival. Igen. Nagy labda. Nem. Makrela, polip, ilyesmi. Ezek már nem élő, bocsánat, ezek nem élők, ugye? Nem, az fagyasztott, ami föl van. Először, mikor beugrottak, akkor valószínűleg körbe fogunk nézni, hogy van kaja, vagy nincs. Utána, mikor nincs semmi jel kajára, akkor a napi kis körükre elmennek, és utána mennek. És ott, ahol ti fogtok ülni, ott egyébként elég nagy forgalom lesz szerintem. Tehát beültünk egy csobopontba. Tehát ott a M0-as vas csobopontba sikerült beülni. Hát jó helyen vannak a székek, mert hát tervezzük, hallgatóinak mondjuk, hogy mi ugye majd leülünk székek mögé, és tulajdonképpen tényleg hát adást imitálva, hárman együtt, beszélgetve, tulajdonképpen tudósítjuk azt, ami történik. Majd asztal mögött székeken ülve. Hát ez a terv, meglátjuk, hogy hogy tudunk ebben a felszerelésben leülni. Legyünk majd nagyon óvatosak, hogyha oda jönnek körénk, hogy megnézzék, hogy van-e kaja, akkor majd azt, hogy nincs, középsúlyunkkal mutassuk. Mert az ott marad. Igaz a pisire való támadás? Nem, arról még nem hallottam. Tehát csak azért, hogyha ereszt a Jani szettje, akkor nehogy baj legyen. Nem, de érzik, hogy valaki féle. Igen? Igen. Az nem jó. Van nevük egyébként? Nem, mintha mi akarnánk velük kommunikálni, de elneveztétek őket? Ő gyilkos, ő bőrlér. Gyilkos, ő könyörtelen. Van nevük. Csontörő. Van nevük, persze. A hím az a Robi. Robi! Figyelni kell kicsit, mert féltékeny. Aha. De akkor azt mondod, hogy merültél már Svédországban, meg nagyon sokat figyeled ezeket a cápás akváriumokat. Volt már olyan a világban, hogy valaki rádióadást csinált egy ilyen helyről? Én nem hallottam róla, de hát mindent nem tudok. De azért nagyon sok helyen jártál, tehát te még nem tudsz ilyenről, hogy valaki élő rádióadást csinált egy ilyen medencéről. Még nem hallottam róla. Na, itt kérdezik a hallgatók csak, hogy az izgalom kedvéért csütörtökönként etetés, a humor kedvéért kihagytátok-e tegnap? Még ezt így gyorsan tisztázzuk, és akkor utána hát ez lassan rákészülünk. Ez az, amit csak utána fogunk megtudni. Ez itt a Morning Show. 10 óra lesz, 6 perc Ulaimáron a szárazföldről, mind a hárman. Hello Jani, hello Feri, szevasztok! Szevasztok! Ő a hűs, ő a bátor, megcsinálta! Igen. Hát Janikám, leborulunk előtted, komolyan mondom. Te, amit itt technikailag végrehajtottál, már asztalon álltál, szkandereztél, ürítettél, egyenlítettél, ez egész egyszerűen elképesztő, úgyhogy nagyon... Gratulálunk, és nagyon nekem van még egy ajándékom, ez most már nem olyan, mint a makréla. Nem, még egy kártya, és nem olyan, mint a makréla. Szeretnék neked egy dolgot átadni, hogy emlékezetes legyen ez a nap, ne csak azért, mert hogy a világon először 3 ember víz alattról rádióműsort készített, hanem azért, mert ez volt életed első sósvízes búvárkodása. Kitéptem az egyik cápának a fogát. Ez egy rendes szápa fog egyébként, a medence alján, ezt kerestem. Használd egészséggel, Jani. Megérdemled. Megmutatom. Csinálj belőle nagy nyakláncot. Egy tapsot Janinak azért tényleg, mert nem akármi, amit végrehajtott. Rengetegen vannak itt velünk ebben a pillanatban. Hát köszönjük szépen a megannyi SMS hozzászólás, kommentet, Facebookot, online közvetítés, mert hogy tényleg hát nagyon sokan voltak velünk ezen pillanatokban. Én egy picit előbb hagytam el a süllyedő hajót, és aztán ti is látom, hogy kijöttetek a vízből, de rettenetesen kerek és rettenetesen jó volt így is. Zseniális volt, hát és rengeteg élmény, tehát majd technikailag a dolog, a búvárkodás, a halak, a kis bolckodás a vízben, ami természetesen elmaradhatatlan, egyszerűen zseniális és egy életre szóló élmény volt, amellett, hogy hát írd és mond, ugye sikerült történelmet írnunk ezzel a 3-as műsorvezetéssel, innen a Víz alól Cápák Társaságából, és hát egyébként annak ellenére, hogy mindenki biztosított minket arról, hogy a lehető legbiztonságosabb helyzetben vagyunk, és hogy ténylegesen tudjuk azt, hogy az ország legjobb szakemberei állhattak mellettünk, mögöttünk ebben az akcióban. Azért, amikor egy gitárcápa elkezd kotorászni a lábad körül, akkor ott azért kicsit az ember így elkezd gondolkodni a fajok közötti kommunikáció. Én konkrétan, amikor megcsípett, azt hittem hűültök. Lenéztem, mondom, de szórakoztató valaki. Meg biztos meg nagy Gyuri poénkodik. Igen, megint az SSI dealeret szórakozik. Igen, és közben nem. Na, hát nem tudom, mi jön ezután, de tényleg, szóval, hogy most már magasság, mélység, útközben valami megint nagyon elkezdünk gondolkodni. Olvastam a Bibliában emberről, azt hiszem Jónásnak hívják. Belülről? Halból? Ha technikailag megoldható, akkor mindenféleképpen. Hívjuk még a nap hallgatóját, aki hát ha mondja, hogy Morning Show, akkor ugye több ajándékot is kap. Ezen a napon velünk lenni naphallgatójaként azt gondoljuk, hogy ezt talán neki is emlékezetes lehet, úgyhogy már csörög is, megnézzük, mit mond. Morning. Jó reggelt, hello! Hello, de halka hallunk, hello. Egy nevet mondasz? Zsolt vagyok Pécsről. Zsolt Pécsről, hello, mi újság, hallgattad végig? Persze, természetesen ki nem hagytam volna. Igen, szerencse, hogy most volt ezen a pénteken, és nem ugye 2 héten később. Igen, mi is azt gondoljuk. Itt többen írják, hogy Verebes István is merült-e velünk, nem, hát azok kedvéért, akik nem burulkodnak, ugye a reduktornak, vagy hát a levegő rendszernek a hangját lehetett végig hallani, ezt közben nem hát, is mondtuk. Kiment volna a víz a medencéből. Igen. Na, mit írtál nekünk SMS-ben, mert úgy lettél naphallgatója, hogy ezt most mi tulajdonképpen nem is tudtuk elbírálni, mert elég sok minden zajlik itt. Mi volt az SMS-ed, vagy mi volt a történeted? Hát én is a szuszogásra reflektáltam, ha jól emlékszem, akkor olyasmi volt, hogy Luke, nem is tudtam, hogy 3 apád van. Ja, a képekre reagáltál. Köszönjük szépen! Gratulálunk neked, te vagy a nap hallgatója. Megkapod az ajándékcsomagot, hát ez egy abszolút extra ajándékcsomag erről a napról, ami hát nekünk egy életre szóló élmény, reméljük a hallgatóknak is. Nagyon brilliáns volt az egész, nem is gondoltam volna, hogy ilyeneket is ki tudtak találni már, komolyan mondom, tényleg nem tudom, mi lesz a következő, mentek az űrbe. Drága vagy, igen, gondolkozunk rajta, tervezünk még egy-két dolgot, de nagyon helyes, hogy ezt mondod, és nem nekünk kell mondani, hogy tényleg megcsináltunk mindent, meg lehet. Köszönjük szépen neked! Én is köszönöm. Vigyázz magadra, ciao, köszi, hello. Minden jót, sziasztok! Na, többen kérdezik az avatást, ennek igazából most lenne hangulata, de szerintem Jani idegállapotában való tekintettel. Nem menekülj! 10 óra hétfőn, jó? Megígérjük akkor most, hogy egy igazi búvár avatást akkor még megcsinálunk a Janival hétfőn. Van avatóúszonyom, hozom. Igen, avatóúszonyt hozzá, a többit ki tudod találni, hogy ülni nem fogsz egy hétig. Körülbelül ez az avatás lényege. Na, a víz alatt akartuk elmondani, csak aztán néhány másodperccel előbb jöttünk ki. A receptet ugye, hogy az sem maradjon el, valamiféle egzotikus halkajával készült. Nem voltam ilyen könyörtelen, már a húsvétra készülünk, aki ugye szokott volt főzni, mert egy kicsit macerás az alapanyag beszerzése, bárány ugyanis, de ugye az egyik legfinomabb húsvét étel, nem is húzom vele az időt, hanem nézzétek meg, a Morning Show Facebook oldalán fent van a recept. Jó, ennyi. Nézzétek meg, és egy igazán különleges csemegével lehet kedveskedni a családnak. Így van, na hát elbúcsúzunk ezen élménnyel, köszönjük szépen Feri receptjét át a Facebookon, drágák vagytok, hogy itt voltatok, rengeteg hozzászólását egyenként itt nagyon sokáig lehetne olvasgatni, sokan voltak velünk online is, nekik is köszönjük szépen, itt a munkahelyekről való megszökésig, az otthonmaradásig, az autópályán való félreállásig mindent látunk, tehát tényleg döbbenet, hogy az egész ország mennyire figyelte ezt, és mennyien velünk voltatok. Figyeljétek a tojásainkat, nem a szó legszorosabb értelmében, ugye, mert hogy mozgolódnak, igen, mozgolódnak már, ugye? Hétfőn keltetés van, ha minden igaz. Ugye? Önkelés, ugye mi ebben már nem nagyon vagyunk benne, elméletileg hétfőn kijönnek. Így van. Gyurinak is nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Molnár György rengeteget segített nekünk abban, hogy ez a vállalkozás összejöjjön. Elsősorban ugye engem is tápolt, hogy víziembert faragjon a szárazföldi patkányról. Nem sikerült. Finoman fogalmazva, nem volt erre sok ideje, mondjuk ki. A szárazföldi patkány nagyon finom fogalmazva. Ne ostoroz magad, igen. A szökő RBT-nek is drágák voltak, az egész átkeresők tették mögénk, igen. Meg hát a mi csapatunk is természetesen, mert mindenki nagyon komoly munkát végzett, hogy mi most itt ülünk, és nem ott apró legódarabokba vagyunk bent valami. És nem különben a Tropikáriumnak, hogy ugye megengedte, ez azért szerintem nekik is nagy kihívás volt, hogy 3 sisakos búvár lemegy a víz alá. Igen. Csabikám, itt voltál velünk ebben a nagy pillanatban? Hello! Itt voltam, nagyon kemények voltatok, és Kati SMS-ét hadosszam meg. Ennél mélyebbre már nem is süllyedhettetek volna. Kösz szépen. Hallgattad? Izgultál, ott voltál végig? Na, mi az, hogy hallgattam? Itt álltam Zsül mellett, és a monitoron néztem folyamatosan az online közvetítést. Hihetetlen. Zsül ébren volt? Néha kicsit meg kellett löknöm. Ébren volt. Nem rázta meg ez a kaland. Igen. Csabikám, annak ellenére, hogy péntek van és egy ilyen jelentőségteljes napon vagyunk túl, azért azt hadd kérdezzem meg, hogy remek zenék, Csabi? Ma sem hagyott ki ezt a kérdést, hát hihetetlen. Rengeteg új dalt hozok ma. Tehát a mai kívánságműsorban 5 órán keresztül nagyon sok új dallal ismerkedünk. A következő órában Pitbull és Chris Brown közös újdonságát, az International Love-ot fogom mutatni, aztán majd szépen fokozatosan az összes többit is. Így van, nekünk már csak egyetlen mondat, sok sikert kívánunk azoknak, akik ezek után cápák közé merülnek, lassan mozogjanak, vigyázzanak. Az üzenetünk a következő. Sok szerencsét kívánunk utánunk, nekik. Idősebbek is elkezdhetik. 10 óra múlt 1 perccel, vidám hétvégét kívánunk mindenkinek, hétfőn 6 órakor jelentkezünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids up. It's brand new.